Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. FM-en. 6 óra múlt, pontosan 11 perc. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Hello. Drága hallgatók, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Mi újság van? Mindenkinek köszönjük. Figyeltek. Szépen csütörtök, túl vagyunk milyen krízisen, ugye János reggel, szerda reggeli 8-as krízisén, kifelé a hétből, remek idő van, mi kell még? Így van. Elkerültük a vaddisznókat is, úgyhogy igazából semmi probléma nem lehet. Pont voltam a lágymenyisídnál, amikor az Ákos bemondta, hogy a lágymenyisíd déli részén, és elkezdtem nézni. Óvatosan. Néztem arra, hogy mekkora dolog lenne, mondom, ha látnám. Atya Isten, de nagy... Jó. Tehát, hogy egy műsor lenne. Ha egy piros lámpánál valaki megkocogtatja oldalt az ajtódat, és nem láthat az illetőt, akkor ne húzd le az ablakot. Ne nyisd ki az ajtót, nem biztos, hogy apróért állott valaki. Lehet, hogy egy vaddisznó. Általában kettesével szoktak járkálni mostanában a városban, és gyakorlatilag bárhol feltűnhetnek, de ahogy hallott a hírekből, ne álljunk velük szóba, ne beszélgessük velük, ne menjünk oda megsimogatni őket. Ez nem az a kategória már, amivel a gyerek vagy állatsimogatóban lehet találkozni az állatkertekben, ez már a veszélyesebb kategória. Mit akar átmenni Pestről Budára? Hát, tehát mit keres a hídon? Hát ő hallotta, hogy nagyon szép a város, kivilágítva ilyenkor. Hát meg ismeri magát. Várkert bazár, Lánchíd. Tudja, hogy nem tud úszni. Így tudod, van. Tehát okos. Aha. Elnézett a Dunaparta, a Dunára mondta. Vagy ha tud is hideg a víz. Mély ez a folyó, nekem te. És fölment a hídra. Okos. Körbenéz, meglátja azt a széles nagy folyót, meglátja a hídet, aztán ott a mellette jobb oldalt álló kollégájának azt mondja, hogy... Aztán átmennek itt. Visszaszól a kolléga így. Persze. És átmennek. És már át is mente. Okosak ezek az állatok. Nincs esélyük nagyon, az a baj. Szerintem itt ki fogják lőni őket. Wow. Igen. Hát abban, aki bejön, azt lelövik. Aha. Tehát itt farkas törvények vannak. A múltkor is ott a Svábhegyen keringett egy, aztán egyszer csak ott valami rendőr ártalmatlanította. Hatszor meglőtte. Ja, tényleg találta. Ez a kerítéses üldözés ment utána. Aha. Hát, és ugyanez van most is, szegény. Vagy lelőik, vagy másképp végzik. Például, hogyha betévennek ide, mit tudom én, ott a határút környékén, abban az erdősávban, a gyorsforgalmi mellett, jobb kéz felől, mert nagyon örülnek a kispestiek, hát abban az erdősávban minden megtörténhet az emberrel. Ott bekerül a két disznó, az Gracsba végzi. Vújtassuk el őket, szervezzünk egy ilyen lakossági megmozdulást, mentsük meg a vaddisznóinkat. A meccsed. Nem. Az a baj, hogy csinálni. Feri, nálad egy picit álságos ez a szeretet, meg ez hát a... Hát nyilván más lenne belőle a végén, de hogy ne lőjék már ki őket. Egy picit legyen szép életük, valaki befogadná őket. Vigyük őket vissza. Átmegy a melyik hanyadik kerület? 11. kerület van a másik oldalon, Budán. Átmenet, és egy 11. kerületi kertes házban bújtatnánk őket. Mit egy rövid ideig, amíg nem lesznek vágás érettek. Ja, vigyel, és amíg nem végzik egy fekete vágás által. Jó, a hússal, én ettem vaddisznók. Ör is jó, ha jól csinálják, meg nagyon jó sültet lehet csinálni belőle. Isteni. Igen? Ó, nagyon. Jó, félre. A szűzéből. Hát, vaddisznó szűz. Az jó? Az nagyon. Én a vaddisznó annyira nem, olyan vadízű, nagyon vadízű. Vad. Szarvas is olyan vadízű. Stílszerű a neve. Igen, vadhús, vadíz. Vadhús, nem tudom, az nekem annyira nem jön be. Na mindegy, ha valaki látja, írja meg nekünk, gyerekek, hogy hol van, mit csinál. Felszállt-e a villamosra, van-e bérlete, lyukasztott-e, merre van. Van-e ellenőr karszalag. Igen, normálisan közlekedik-e, van-e ellenőr karszalagra. Engedelmeskedett-e a felszólításnak. Igen. Jó napot kívánok, hova lesz a séta? Nem fogdos-e az utasokat, kulturáltan utazik-e, tehát írjatok, hogy mi van ezzel a kis vaddisznóval. Szegény kémű valóban a budai hegyekből jöhetett valószínű. Akkor ő Pestre jön? Lehet, hogy jön át Pestre. Igen, azon gondolkoztam, hogy honnan jön, de szerintem ilyen Jánoshegy, Svábhegy, ott átcsörtethetett, és akkor ott már tud menni, ott Budakeszi, Vadaspart, tehát valonnan onnan jön szerintem. Ő csak péhes, aztán bejön. Lehet, ennyi. Hallotta ugye a hírekben, hogy a Kocsányos tölgy lett az évfája, és most... és most keresi azt az évfáját. De igazán éhes, nem értem, miért nem áll be egy drive-ba, nem? Beáll egy drive-ba, iszik egy kólát, teszik egy sütkrumplit, fölrakja a kis pénzt, elveszi a kis kaját, aztán megy tovább, tehát ezt nem is érti az ember. Na mindegy, gyerekek, mi újság egyébként? Minden rendben, mindenkivel? Velem semmi nem történt nagyon. Pihenős napod volt? Vagy az nem is tudom, mit csináltam. Vannak, nem sport, két nap kipihenőt vettem ki, holnap van megint meccsem. Tegnap előtt nem játszottam. De játszottam egymásra 5 napot, és most azt mondtam, hogy nem.
Ötöt egymás után öt meccsen. Készülsz valamire? Vagy csak nem, mert nagyon jó. A hatnapos csúcsra. Nyerő hogy meglegyen a hat. Nyerőszériában vagyok most, úgy néz ki. De most nem játszottam, tegnap pihentem. Úgyhogy nem csináltam semmit, otthon voltam. És így elmegy a nap ilyenkor. Hát egyre mire, itt ültünk még a Júlival délig, utána egyre hazamentem. Fél kettőre értem haza, egy kicsit vásároltam. Már mész a gyerekért, ja. Be kellett mennem a judóra. Judó edzés. Mert nem tudod győzni a gyerek, vagy mi? Itt van apa! Majd én megmutatom. Na, erre kellett tenni egy-két dolgot. Edzőbá. Nem is az edzőbával, egy-két gyerekkel. Úgyhogy azt megoldottuk, aztán hazajött, és aztán tudod már, hogy elmegy a nap, tehát utána már úgy nagyon nincsen semmi. Ezt te nyomtad ezt a judót neki, vagy a Beni választotta? Mert ugye te birkóztál, tudom, nyilván nem, de azért mégiscsak ilyen küzdősportok, ugye? Nem, az oviban volt lehetőség. Hát nem mégiscsak, hát ez egy küzdősport. Na, azért. És akkor mondtad neki, hogy nem próbálod meg? Nem. Az oviban volt, és akkor ezt csak mondta, hogy ő menne. Aha. Mondom, menjél. Persze. Tudod, és akkor most menne focira, és oda is visszajön. Tehát ahova akar. Én nem fogom presszionálni, azt sem, amit akar. Tényleg. A teniszütőt azért egyszer-kétszer a kezébe adom, persze. Tehát nyilván ott van az ágya mellett. Tehát azért az minden nyáron előkerül a kertbe, hogy kicsit teniszezzem. De egyébként egész jól üti, akkor ő leteszi, hozzám vágja, azt elmegy játszani az autóival. Tehát körülbelül ez a játék. Nem, a labdajátékok annyira nem érdeklik egyelőre. Úgyhogy nem tudom. Csak ez a mi legyen lesz a gyerekből kategória. Megint a Somon állunk, valahogy a focira kattant rá, pedig hát mint tudjuk, én nem vagyok egy nagy érdeklődő a sportág iránt, tehát nálunk nincs ott a meccsnézés, meg ilyenek, és akkor most jött haza, hogy ő focizni akar. Hát mondom, gyerekem, ebben az országban... Nem, te nem fogsz. Mondtam, hogy elrugdosom veled a labdát. Keresztbe fekszek a kapuban. Hát meg a negyediken tudod, annyira nem is, ilyenkor meg hideg van ahhoz, hogy azon gondolkozom, hogy akarom, hogy focista legyen a gyerek. Hát van kinéztétek van már abban... valamik jó nevű magyar akadémiát? Persze, van abban annyi Magyarországon. Vagy foci, vagy... Figyelj, nem lesz az. Nem lesz? Szerintem a Beni se fog judózni. Csak tudod, most még a mozgás a lényeg, aztán 8-10 évesen úgyis orientálódik valami felé, akkor már őszintén válasz. Most még azt csinálja, amit a számítógép, igen, a PlayStation, amit a többiek csinálnak, amit a csoportársai csinálnak, amit mi szeret, ahol lehet rohangálni. Mi van, ha úgy marad? Most sodródik, úgy marad, és focista lesz. Hát akkor lesz. Az a jó. Hát akkor focizzom. Figyelj, az a lényeg, hogy azt csinálja, ami neki jó. Mert ha van benne egy dzsúdzsák, érted, viszik. Viszik a világba. Jó, dzsuzsák csak egy van. Az igaz. Hát. Dzsuzsák csak egy van. Dzsuzsák csak egy van. Azért a genetika valamilyen szinten öröklődik, de most azért, ha te testfelépítésedet örökölte. Nem. Akkor egy rohadtó kapus lehetne belőle, de ez komolyan. Például. Ha legyőzi a gravitációt. Ja, de ez baromság egyébként, ne haragudj, hogy reggel 6-kor megkecáfoljalak, de hogy nyomokban sem tartalmazza a testemet, a soma testet. Olyan férfi állat, érted, hogy megőrülsz. Valószínűleg valami, vagy nem én vagyok az apja, de ezt megcáfolták. Hát de most még miből látszik? Hát én azért láttam a Somát, jó húsban van, nem biztos, hogy magas tartja. A Soma jó húsban van. Hát vastag csontú gyerek. Ilyen is. Hát látnád a Benit. Hát, jó, hát de amikor nem voltunk nálatok, ekkora volt, és ilyen pici a Benni. Hát jó felépítés. De izmos a gyerek, azt nem is értem, hogy honnan van rajta. Igazad van, tehát úgy neki szerintem van jövője a sportban. Csak én most így gondolkodtam, hogy... Hát múltja nem lehet, ugye? Igen, mert hogy 4,5. Figyelj, csinálja, az a lényeg. Én sem akarom, egyébként nem akarom nagyon judozzon, mert összetörik a füle. Sok judósnak törött a füle, vagy a birkozóknak is, nekem nem is tudom, miért nem tört össze. De akarod? Tudod, nem, azt mondom, hogy én nem akarom, mert hogy összetörjön. Hát ilyet már. Azt már ilyenkor nem lett. De hogy szerintem elmegy az oviból, elmegy iskolába, akkor majd más érdekli, lehet zenét tanul, lehet, hogy más sport, tudod. Szóval ebben a korban még a lényeg, hogy levezesse a feszültséget, aztán mozogjon sokat. Heti kétszer van neki ilyen ovi judó. Egy órás. Bementem. De még nem ez a ruhába, tudod, rángatják egymást. Hát kidobós, húsznak, másznak, sarkon járnak, lábújhegyen járnak, gurulni tanulnak, betűdni tanulnak. Formáljon. Játékos, de már úgy gurul a gyerek, behúzza a nyakát, mondani, hogy kell elesni, és direkt elesik a biciklivel. De ne itt, mert ezt tudod. Köszönjátunk a Wikivel, Benny, mondtam, Bennynek odaszóltam. Na most egy esés, abba a pillanat dől el, és gurul a betonon. De jó. Nagyon durván nyomja. Jó lesz, nagyon jó. Ez durva, álmos már minden. Nagyon gyorsan megtanult esni, meg olyan jól esik, és látom, hogy tényleg egyébként, ahogy ugye mi is tanultuk régen, behúzod a nyakad, gurulsz a válladon, úgy gurul, mint a húzat. Nagyon ügyes. Az megvan neked egyébként? Tehát, hogyha te most mész és elesel, akkor kigurulod? Abszolút. De jó. Az azért nem tanítasz meg. Tessék? Nem tanítasz meg engem. Hát vannak dolgok felé, amik egy bizonyos kor felett már elúsznak. Lehet, hogy ketté törni a felé az első próbálkozásra. Hát de biztos rá lehet vezetni. Egyébként igen, hát, persze. Ha elesnék, érted, megyek éjszaka haza valahonnan. Most két megszólalás között, nem? Itt a stúdióban hely van. Nekem volt olyan gyerekkorom, amikor birkoztam, 12 éves voltam, én jöttem le az Árpád hídról.
És az Árpád híd, hogy bemegy a Margit-szigetre, van az a nagy lejtő, tudod? Igen, a... igen, igen. Aha. Na, én ott jöttem le 40-nel, és a láttam már, hogy a lámpám a keréken, az így már nagyon mozog, tudod, dinamo, lámpa. És egy ilyen kis kábel tartotta. És a következő pillanatban a lámpa befordult a kerék alá. Első kerék blokkol. Első kerék blokkol. Katapult. Katapult, és ugye azzal a lendülettel 40-nel mögöttem a tesóm meg az apám, nagyon tekernek ők, és csak azt látják, hogy állok fejre, bringa stop, én pedig ilyen tigris bukfendőn, kabírbedi gurulok tovább. És az volt a szerencse, hogy birkoztam, mert ott a levegőben is megcsináltam ezt, hogy behúztam a nyakam, gurultam egyet, és fölálltam. Kocsik leálltak, mindenki jött, így szoktam leszállni. Na, mindig így szállok. Mi van, köcsöge? Levilla, csináltuk utána. Tesóm odajött, apám odajött, körbeálltak, tudod, elmorgoltak három imát, már látták, hogy izé vége van. A levegőben voltam 4 percig, mondta apám, hogy egy rémület volt nézni is. És ahogy estem abban a pillanatban, behúzta a nyakad, és gurultál egyet. És gurultam egyet, és felálltam. Leporoltam magam. Mondtam, hogy semmi gond. Mindig így száll, mindig így szállok le. Úgyhogy számít, mert aztán ez rögzül. Tehát, hogy egy idő után már így tökre jót tesz a koordinációnak, meg beépül. Úgyhogy Beni most minden nap feldobja a hangulatunkat egy eséssel direkt. apa, ezt néz, jó? Akkorákat esik, de hát egyébként ügyes. Ja, valamit kell nekik csinálni, szerintem mindegy, hogy mit. Persze, sport az fontos, ne úgy olyanok legyenek, mint én. Hát persze, meg annyi fölösleges energiájuk van. 2 nap rossz idő van, a gyerek az bent rohangál le föl, viszont ugrál az ágyon meg az ülőgarnitúrán. 3 kárpitos tettük már tönkre, mert már nem bírják a munkát, mert mindig ugrál. Most úszni akarom vinni. Szerintem az jól kiszívja. Abba hiszek. Aha. 8-kor le tudom tenni utána. Ja, jó, majd. Nem? Hogy beszélgessünk. Hát ott is nagyon fontos az, hogy egy jó oktatót találjon. Persze, mert azért az tud uncsi lenni az úszás. Cselgácshoz képest, meg aztán pláne. Nálunk a Soma meg a Panna heti 2-t nyom, ugye 2 csütörtökön van az úszás, és én is ebben reménykedem mindig, hogy hazaérnek, és akkor... És nem üti ki őket a víz? Úgy üti ki, hogy fölpörgeti, tehát kifáradnak, de pörögnek, mint az állat. És akkor, hogyha így rá tudod venni, hogy oké, akkor most leállunk, pizsi, fürdés, fogmosás, alvás, akkor 1 perc múlva vége van mindenkinek. De egyébként ezt így nem veszed rajtuk észre. Fizikailag kifárad, de agyilag még pörög. És még megy. És úgy császadsz neki egy bűvös kockát, amikor hazaértek, hogy... Nem, pálinkás kenyeret, mi az a bűvös kocka. Szóval, hogy olyan sokat nem segít? Á, de te tulajdonképpen igen, tehát hogyha már odáig eljutsz vele, hogy akkor jól tudod, hogy edzésen voltál, vagy izé úszni voltatok, akkor most már feküdjünk le, mert holnap is korán kell kelni, ha ezt beveszik, ezt a csapdát, már beleesnek, akkor alvás van. Aha. De ha így nem erőltetett, pörög ugyanúgy tovább. De amikor már leteszed, akkor viszont 1 perc múlva alvás. Akkor elvágod. Na, ebben hiszek. Meg mondjuk az nem baj, ha tud egy gyerek úszni. Én azt akarom, igen, hogy vízbiztos legyen. Egyébként egy nyár alatt te is megtanítod, ha sokat elviszed, mert nem bonyolult. Tehát én se jártam soha úszni, engem is úgy megtanítottak a szüleim. Csak az úgy mégis jó volt. Közösség van, elmegy kicsit, úszkál, aztán utána hát, ha kifárad. És mit csinált egyébként a Somának kedvet a focihoz? Csak nem a mez, amit hazavittél, mert én nem láttam itt a szerkesztőséget. Hát nyilván nálam van a Ronaldos. Hol a büdös francba van? Gyerekek, valami, nem tudom, el kéne kérnünk, a vezérigazgatónak a páncél szekrényében van, az RP elrakta már, mint nem az RP rakta el, az asszisztense vagy titkárnője, de ott van nála, csak meg kéne várni, míg ezt kinyitják. Már a mez itt van nálunk az épületben. Aha. Jó lenne egyébként. Tehát a kód meg a kulcs azért az megvan, nem? Ahhoz a páncélszekrényhez, mert most így 2 napja eltűnt. De 2 különböző embernél, tehát az Árpinál van a kulcs. És csak egyszer, ja, ez olyan, kód. Hogy így egyszerre benyomják, és egyszerre elfordítják. És hogyha nem egyszerre. Mostra vagy az egy. Nem, ugye a Gyuri behozta, és akkor ne legyen, tudod azt, hogy eltűnik, meg valaki ráteszi a kezét, meg hirtelen itt aztán este már nincsen sehol. Így megmentették nekünk, és berakták a páncélszekrényben. Csak a páncélszekrényből mi még nem vettük ki. Igen. Úgyhogy meg kell várni, míg megérkezik a mi Árpink, vagy az ő nagyon helyes kis asszisztense. Azt szerintetek gyanús, hogy az Árpinak a szabálya van egy rohadt nagy Cristiano Ronaldo képbe keretezve? Nem. Tehát, hogy van neki igénye? Aha, nem fogja ő most ezt nem megnyerni, ugye? Hát, akkor lesz majd gyanús, hogy öltöny helyett egy Ronaldo mezbe járt. Árpi, nem láttad ezt? Nem. Milyen mez? Árpi, fordulj csak meg, ez nem egy Ronaldo aláírás. De, ez régen kaptam. De furcsa. Árpi, nem most kaptuk ezt a mezt? Nem, most már nem. És ez a Rodriguez-nek az aláírás, hogy igen, de miért kérdez? Igen. Szóval vagy betörünk, gyerekek, hogy megvárjuk, míg valaki oda bejuttat minket, de a mez már itt van házon belül. Ez biztos. Láttam rajta fotót is. Vagy láttam róla a fotót is, átküldtek nekem. Na, akkor menő. Úgyhogy jó nyomon vagyunk, nem felejtjük el. Szerintem, ha ma megszerezzük, akkor holnap bemondjuk. És akkor hétfőn vagy kedden szerintem sorsolhatjuk is. Na. Nem? Jó. Legyen, szerintem már várják nagyon a hallgatók. Persze, nehogy azt gondolják, hogy mi ezt el...
Hát nem is mi, hanem az Árpi. Elfelejtettük. Igen. Valahogy be kell jutni a páncélszekrénybe. Így van, visszakapjuk, az Árpi megunja. Mi van még ott a páncélszekrénybe? Azon gondolkozom, gyerekek. A régi ajándékok az... Az az izgalmas, hogy mi van még abban a páncélszekrényben? Néhány kiló hasadóanyag. Igen, vörös higany, uránium. Igen, ahogy hívják, ok. A Kennedy gyilkosság ügyében így még bizonyíték. Két filmtekercs a Kennedy gyilkosságról, igen, és a hamis holdra szállás adatai. A bizonyítékok, UFO felvételek. Igen, a bizonyítékok, hogy miért nem volt valós a holdra szállás. És egy fél vagratus a szendvics. Igen, még egész jó állapodom. Na, gyerekek. Ez szerintem teljesen jól hangzik. Féljetek, mondjatok már nekem, hogy miért van az, hogy én annyira örültem, hogy valamelyik nap itt megjelent egy ilyen kis elemgyűjtő itt az ajtóba, és ez tök jó, mert jövök befelé reggel, van otthon egy ilyen megfáradt elemet, csak azt fogom, azt bedobom. Már látom, hogy már elkezdett megint nyúlni benne a szemét. Tehát, hogy miért van az, mert hogy... Mert ez így... szemetes. Aha, ja igen. Olyan furcsa kis formájuk is szemetes, öcske, de azért milyen, milyen jó. Összefirkálták az oldalát mindenféle. Milyen elemgyűjt, ah, mindig nem érdekes, beledobom a csoki papírt. Beledobom, olyan túlorulis papír is belefér. Érted, hogy miért? Miért? Mi van ráírva? Hát az, hogy elemgyűjtésre alkalmas. Aha, meg ráadásul ugye ezeknek a, be, a formája is nyílása, az. Tehát egyrészt egy elem a forma, másrészt a bemeneti nyílás, ahol ugye bedobálod, az úgy van megcsinálva, hogy egy hosszú kásvágás van rajta a klasszikus lapos elemet, igen, formázva, és a közepe van kicsit kimélyítve, de a legnagyobb átmérője is az mondjuk 3 centi. Igen. Érted? Tehát, ha oda be akarsz dobni bármit, akkor melós. Gyűrködnöm. Dolgoztam is rajta, nem? Ja, megvan, basszus. Akkor megvan a bűnös. Ne? Rohadt életben nem ment bele, azt mondom, milyen kukák ezek már, milyen ökokuka, hogy ide egy rohadt csoki papírt se lehet bedobni. Egy rohadt dobozos tej. Nem fér bele, a másfél literes üdítő. De azt nem értem egyébként. Hogy jöttél rá? Kibontottad? Vagy kiürítetted? Vagy hogy jöttél rá, hogy csoki papír van benne? Ja, bele lehet látni? Persze, bele lehet látni, beledobni, és látom, hogy már gyűlik benne rendesen a más jellegű. Mondjuk ki az, aki egy elemtartó kukába belenéz? Mit? Ki az, aki egy elemtartó kukába belenéz? Én, hogy nem ellé dobjam, Feri. Tehát, hogy hát de azt oda teszed. Na, én is ezt kérdezem, hogy hogy jött. Hogy belelát. Persze a középső ilyen kör alakú nyílásban, hogyha bele, nem nehéz belenézni, rögtön látod, hogy... Aha, ja, már annyira tele van, hogy igen, szinte a tetején a papír. Nagyon furcsa, furcsa. Mint hogy azt sértem egyébként, amikor ilyen adománygyűjtő ládák vannak például ilyen hipermarketekbe kirakva, és akkor ott valaki beledobja a blokkot, mert azt hiszi, hogy az valami nyeremény. Nem figyelsz. De hogy mi, hát ráírja a címét, ezt beledobja? Ah, ja, igen. Nagy láda, azt gondolod, hogy kuka. A égyre. Arra jársz, mert... Persze. Ja, van kidobom. Van egy számlaszám, meg... De jobb, mintha szétdobálná, akkor meg azért sírnánk, nem? Hogy tényleg, ja. Kilép az áruházból, eldobja a parkolóba. Te hülye vagyok, és én mondom mindig ezt, hogy nézzük azt, hogy félig tele van az... Igen, hát nézzük a jó oldalán. Nézzük a jó oldalán. Legalább nem azt mondom, nem az utcán dobja el a járd. De hülye vagyok. Bocs. Jó, az hogy állunk játékkal? Hát mert annyira jól, hogy 3-0. Nagyon megyünk. Igen. 3-0, megnyertük így ezt a hetet. Kezdve, hát ez most már csak érted. Az első hetet megnyertük, ez most a második hetünk az évben, is egy szép sorozatos győzelem, tehát már szerdán eldőlt a hét sorsa. Innentől kezdve még 2 pontot, ha hallgatók szereznek, hurrá, de a miénk a hét. De meg vagyunk, ja, ezzel. Ákos, hello, mi újság a vaddisznóval, megvan? Jó reggelt kívánok, még nincsenek meg, ketten vannak. Ahogy mondtátok, ne, hogyha bekopognak a piros lámpán, akkor ne nyissunk ajtót, ennyi egyelőre. Vagy adjunk ki kukoricát. Vagy adjunk ki kukoricát, akinek van egy zsákkal, mint ugye neked. Nekem mindig van. Figyeljék. Személyleírást esetleg? Hát most kezdjem. Zömök testalkat. Testméretekhez képest. 3-400 kiló. Kurta lábak. Na mindez, ha nincsenek még meg. Nincsenek még meg, igen. Telefonálni kell, ugye 112 vagy 107, ezt hívjuk. Ne az anyósunkat, barátunkat, barátnőnket, hanem előbb a rendőröket. És utána persze titeket. Igen, gyere már, mekkora kutya, nézd már, meg röfög. Azt a kutyát nézd már, meg röfög, hallod, milyen hangosan. Lőj már oda neki, hogy túlnőtt a agyara. Pörkölj már oda valamivel, te. De miért a rendőröket egyébként? Akkor már miért nem a tűzoltók? Mit csinál a rendőr? Lelövi? Vagy mivel jobb a rendőr, mint... Ugye? Tehát miért a rendőröknek kell szólnom? Mivel ügyesebb két rendőr, mint két tűzoltó? Hm. Van pisztolyuk. Hát... Igen? Tehát aha, nem, hogy rálőnek? Tehát tűzoltott pisztolyjal én még nem vagyok. De tűzoltónak van fecskendője. Bizony, ők nyertek. Na, és mit csinál? Megfürdeti? Lefagyasztja. Arrébb löki a vízsugára. Szóval, hogy a rendőr lelövi. Ja, szerencsém. Plusz van létrája is, amivel föl tudsz mászni, hogy ne a földön ne érjen utol a vaddisznó. Azt a minden. Na? Na, legalább a tűzoltók megmenekülnek. Bizony. Meg a tűzoltóautónak a lökhárítója az erőteljesebb, masszívabb. Igen. Na jó van. Mint az Oktáviáé.
Meghallgatjuk akkor a híreket, jó, a legfrissebb híreket, mi pedig megnézzük, hogy ki az, aki játszana velünk, jelentkezzen nyugodt a játékra SMS-ben, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Morning Show. Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez az, hát na, elindult a bugi gyerekek. Jó volt az a másik alázenénk is, még itt a híreken, de mi visszatértünk. Visszatértünk, már mennek a diszkogömbök, lehet táncolni, és megy a bugi. Stroboszkópot nekik. stroboszkópot neki, így van. Jó kis Outcast. Nem emlékszem erre a klipre. Oh. Jó? Nézzem meg. Hát igen. Igen? Igen. Kellemes, hogy is mondjam csak, tehát, hogy azért... Tartalmilag gondolom. Ponta? Aha. Ó, igen. Hát meg látom. Ki is merevettél, vagy merevítetted a... Igen, aha, igen. Hát, hogy én nem tudom, hogy hol castingoltak, de lettem volna casting director. Igen, és akkor pont most olvastam a Leonardo DiCaprio-ról, hogy állt ők összejött Rihanna-val. És... nem is az a lényeg, mert hogy persze, hogy összejött, jött, megnéztem, hogy egy Robert De Niro-s Leonardo DiCaprio-s kaszinó reklámot láttátok? Egyébként a Scorsese rendezés, ő is benne volt. Nagyon jó, egy ilyen kaszinó reklám tulajdonképpen. Fejenként 10 gurigáért. Fejenként 10-12 millióért két nap alatt leforgatták. De ez nem forintban van, ugye? Következőképpen néz ki. Leonardo, kéne forgatni egyet De Niroval. Jó, hol? Nem tudom, valahol, mint tudom, Szingapurba, egy kaszinóba. Jó, oké, mennyi? 13 millió dollár. Küldjetek egy magángépet 2 napon. Jó, 2 nap alatt megvagyunk. Csütörtökön elrepülsz, pénteken bulizol egyet, szombat-vasárnap forgatsz, hétfőn már otthon vagy, és jön az SMS-eddel a telefon. Csütyün. 13. Meg is vagyunk. 13 millió dollár. Jó! Mehet a dolog. Jézus. Két nap alatt leforgatták a De Niroval. De nem is ez a lényeg, hanem hogy jött össze Rihannával egy bulin, méghozzá Playboy villában, egy szülinapi bulin. És egy pillanatra egy vizionáltam a dolgot. Szóval gondold el, hogy ott egyébként mi van. Álltok 600 szoba, sötét szoba, úszómedencés szoba, vízágy, nem tudom. Gondold el egy ilyen partin, ahol mondjuk a Hollywood elitjei. Egyszer csak így belebondolsz, hogy a Ben Affleck, Leonardo DiCaprio, nem tudom. X mennyiségű nő, és mindezt a nagy Hefner kultikus, bácsi, ugye, a Playboy villában, igen, vagy az egyik szárnyában. Akit időnként kitolnak. Nyilván zárt körű bulik ezek, de hogy ott azért úgy mi lehet, nem? Azért ezt az ember elgondolkozik. Leonardo, aki nyilván bejáratos az ilyen helyekre, ott jött össze. Állítólag. És még ugye egyébként az a reklámfilm, amiről beszéltél, még nem is készült el teljes mértékben, ugye ez csak egy ízelítő volt, mert később, hogy nem, vajon miért, Brad Pitt is be fog ugrani még egy kicsit szerepelni a teljes kész verzióba, hát nyilván neki is azért felcsillant a szem, amikor mondták neki ezt a 10 gurigát, tehát hogy... Igen. Na, szóval érdekes, jó egyébként Scorsese szerepel benne, és nagyon. Ő is rendezte ezt a reklámfilmet. Meg, ugye történelmi film történeti pillanat, azt se felejtsük el, hogy ez az első olyan kis filmecske, amiben együtt szerepel Scorsese két kedvenc színésze, ugye? Leonardo DiCaprio és Robert De Niro. Igen, ő a két kedvencük, még nem voltak így Scorsese-vel közös jelenet. Az egy nagy film lenne, tehát hogy arra azért nagyon-nagyon kíváncsi lennék. Na, nézd, hogyha egy ilyen reklám, szerepel, ami mondjuk 30 másodperc, ez került 13 millióba fejenként, akkor egy egész estés filmet nagyon ki kell fizetni. Hát ugye? Igen. De már azt hiszem az összreklám költségvetése volt 70 millió dollár? Igen. Jézus. Elgondolkoztam rajta, hogy mondjuk nézzünk kétszer, vagy háromszor egy percet, hogy én nem tudom, mennyi lesz pontosan ez a reklám. 70 millió dollárról megcsinálnak egy hollywoodi filmet? Tehát hogy milyen költségvetés kér az Scorsese magának, hogy jó, na, mennyi van rá? 10 millió. Nem csak. 70 ér meg. Jót jó. Akartok? Ebben nyilván benne van a gázsi, az utazás, a magárepülő, a filmreforgatás, minden, utómunka, na de azért 70 millió dollárból azért 10 éve még megcsináltak egy komplet hollywoodi kétórás filmet. Tehát milyen reklámfilm lesz az? Másfél perc. Meg ott azért van bizalom a vezérigazgató felé, nem? Akitől jön az ötlet. Srácok, kitaláltam valamit, remélem tetszeni fog, mondja a tulajdonosoknak. Be fog jönni, higgyétek el. Mibe fog kerülni? 70 millió dollárban, öcsi. Kell. Jöjjön. Kemény, igen. Makóban játszódik a reklám, igen, Scorsese rendezi, köszönjük szépen, igen. Na, játszunk 2-0, nem, az nem lehet, 3-0, az se, de az lehet, 3-0 van. 3-0-ra vezetünk, tegnap is nyertünk, ugye, úgyhogy egyelőre 100%-osak vagyunk ezen a héten, és ha minden igaz, már itt is van egy újabb játékos. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Hello! Gyuri vagyok Szegedről. Gyurikám, szia, Szegedről. Ott jól hallani minket Szegeden, ugye? Ott szólunk rendesen. Semmi probléma nincs vele. Nincs probléma. Mindenhol hallunk normálisan. Szoktál átjárni Békés Csabára, Gyulára esetleg? Hát onnan származok, úgyhogy régebben. Na, ott is szólunk, jó? Békés Csabán, Gyulám? Az már nem annyira. Nem annyira.
nem. Hát én Szaros környékén szoktalak hallgatni titeket, ott azért elég nehezen lehet fogni. Uh-huh. Meg gondolkozunk így a tavaszi roadshow-n, és szeretnénk olyan helyekre is ellátogatni, ahol még nem voltunk, és szóba jött, hogy gyulaiaknak ígértük, Békés Csabaiaknak is sokszor, hogy valamelyik helyet belőnénk. Lehet, hogy csak az én készülékemmel van ott a gond, tehát a szülőknél, de ott azért egy kicsit nehezebb. De akkor csináljuk azt, hogy elküldünk majd egy ilyen kocsit, mint régen a cirkuszos kocsik. 1000 forint egy, tudod? Itt van az elefántok, itt vannak a majmok. Last FM Morning Show a városban. Hölgyeim és uraim, a városunkba érkezik az elkövetkezendő napokban a méltán népszerű Morning Show a Last FM. Ezekre az autókra? Nagyon jó, nagyon jó. Retteg tölcséres hangszorú volt a tetején. Majmok, elefántok, farkasok, és tudod, három ilyen műmagot ült a keresztre. De jó is lenne. Gyuri, és mivel foglalkozom? Hát igen, egyedi ajánlói tárgyak gyártásával foglalkozom. Póló, bögré. Mi egymás. Jó is az. De tőlük is el szeretné vinni valami hasonlót. Hát igen. Jobb, vagy rosszabb esetben gyártok magamnak egyet, de azért a tiédek. Nem ugyanolyan. Nekünk van egy védjegy, amit nem mondjuk, hogy hol van, és megtudjuk, hogy mi a hamis, mi az igaz. Kivel szeretné játszani? Ferivel. Na, nagyon jó döntés. Ferivel. Szinte földi. Ha nem te, akkor nagyon jó. Mi? Ha nem játszom, az kiváló döntés. Meg hát tényleg földiek vagytok. Földiek vagyunk, igen. Mehetünk? Mehet, persze. Na figyeljetek, Jani. A 3-2 és van és fire. Azt mondod, szüleid Békés Csabán laknak? Úgy van. Mai napig. Te miért költöztél Szegedre? Hát, egy kicsit nagyobb város, talán több itt a lehetőség. Több a város. De, persze. Te ide jártál ugye egyetemre, jó tudom? Szegedre, főiskolára jártam. Főiskolára. Ez mikor volt? 96. Te jártál? Jártam főiskolára, persze. Az Kecskeméten volt. Uh-huh. Szóval, de akkor én még Békés megyében laktam, úgyhogy nem találkoztam. Onnan. Aha, de jó volt pedig, és milyen ügyesen játszottál. Jó voltál. Igen. Szép volt hát, nem az én dicsőségem, mondanám, hogy az enyém, de nem. Igen, mindketten ügyesek voltatok, Gyuri, nagyon jól játszottál, kár érte. Kicsit lassítasz, kicsit meggondolod, akkor megvagy, nagyon jó játék. Túlságosan heves voltam. Igen, az a típusú, hogy aki ki akarja beszélni. Tehát, hogy érzed, hogy ne kérdezzek közben, mert az megzavar, inkább dumálok, és itt volt a saját csapdád. Hát igen, belefutottam sajnos. Igen, Gyurikám, ezért kár. Aki nem játszik jól, azt kevésbé sajnáljuk, de aki a jól játszik, az mindig azt mondjuk, hogy megérdemli. Hát majd talán egyszer legközelebb. El kellett volna vinned, de Feri jól kerülgette a csapdákat. Így viszont nincs ajándékcsomag. Hát sajnálom. Marad a saját nyomású bögre. Marad a hamisítás. Igen. Köszi a játékot. Én is köszönöm. Szavasz, Gyuri. Ciao. Hello. Szép ott, Feri! Köszike! 4-0! Így van, gyereke. Nem bízunk semmit a véletlenre. Tiszta, berágtunk. Tiszta ügy. Ott valami az univerzum és a galaxis királyai elvesztésénél valami elszakadt bennünk. Most megyünk. Elszakadt, eltört, és ilyet soha többet nem teszünk. Ilyen könnyen dolgot, hogy felajánljuk az egész évet, úgyhogy most egyszerűen ezt hoznunk kell. Na, hírezünk újra egy kicsit. Közben egy-két SMS gyorsan cserélje le a Szokorrádió, tökéletes lehet fogni az adást. Gyulát, köszönjük szépen. Ezek fontos SMS-ek nekünk. Nagyon fontosak. Úgy van, írhatnak Békés Csabaiak is, hogy hallanak-e bennünket. Tudjuk, hogy valahol szólunk, van, ahol nem. Nyilván tisztában vagyunk vele, hogy hol szólunk. Csak azért jó, ha megerősítést kapunk, mert hogy szeretnénk azon tájegységeket is meglátogatni. Jó lenne oda is elmenni. A Feri nagyon nyomja a Békés Csabát, én nagyon nyomom Gyulát, és Balázs fog dönteni. Igen, én nagyon nyomom a Zabot, aztán döntök. Igen. Vámosok nagyon dolgoznak az M5-ösön a Lajosmizsei pihenőnél, Pest felé. Ezt is SMS-ben kaptuk, valamint Szexház, Dombóvár utcakasz, jó trafi nincs, Bontó Golyó küldte nekünk, köszönjük. Szépen 2 perc van pontosan, 7 óra, jövünk Ákos hírei után. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 10 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani, hello drága hallgatók, itt van kitartás mindenkinek. Csütörtök van, már lassan közeledik a hétvége. Egészen jó időt mondanak hétvégére, 7-10 fok, meg lesz ennek a böjtje, hogy szokták mondani. Minden esetlenek most örüljünk, napsütés és jó idő, gyerekek. Ezt láttam most, amikor mindig elolvasom az időjárást. Jó, jónak tűnik a hétvége. Jó lesz az. A két hetes pauza után az egyik kedvenc cukráznám annyit ki, úgyhogy nekem már Hát kellett több a boldogsághoz egy jó ludlábnál, egy zserbónál és egy trüffeles csokikréves tortánál. Prima donna kocka.
Figyelj, akartam neked ajánlani egy cukrászdát. Tényleg? Igen. Nem gondolod, hogy nem ismeri az összeset. De messze van, szerintem nem. Csak nagy sokára érnék vissza ezért? Nem, képzeld el, hogy van egy fodrászüzlet a Keleti-Károly utcában. Igen. És a Keleti-Károly utcai fodrászüzlet mellett én betévedtem ebbe a cukrászdába, és kiderült, hogy valami 6 vagy 7 dínyertes sütijük van. Figyelj, olyan cukrászda, hogy szerintem te már a bejáratnál elsírnád magad. 6-8 sütit ajánlottak, mondtam, hogy köszönöm, nem, én 2 darabot viszek, azt is a Viki fogja megni, nem félkrémes, és én egy hétet csöcsre vágom magam. Aha, tudom. Ismered? Nem ismerem, a névről ismertem már őket. Általában az éj francia krémese vettem belőle egyet, felfoghatatlan, hogy mit csinálnak. A zserbóból adtak egy falatot, vágtak ott, döbbenetes, vittem egy ilyen trüffeles valamit, hihetetlen, és gondoltam rá, hogy na, én aztán ritkán ajánlok neked valamit, teszek még egy utolsó kísérletet. A minőség felé, hogy nyithass? Hát nem, hát, tényleg ízlik. Figyelj, menj el. Kóstold meg. Megnézem őket. Ez, hogy sétálsz a Keleti-Károly utcában, mész egészen fölfelé ugye a villamos megállótól, mész, és a templomnál az iskola után van jobbra. De elmondom neked majd adáson kívül, nem akarok nekik így reklámot csinálni. Abban az utcában egyébként mielőtt megírná valaki, 8 darab cukrászda van, úgyhogy ez így még nem tud reklám lenni, viszont én elmondom, hogy melyikbe menjél be. És mondták, hogy nagyon sok szeretettel várnak. Oda láncolod magad a bejárathoz, érted, ha egyszer bemész. Először kicsit leszúrtak, hogy csak most megyek be, hiszen oda járok fodrászhoz, és mindig elmentem előttük. Mondom, ne haragudjatok, elnézést, hogy elkövettem ezt a hibát. De tényleg jó. Tehát, hogyha arra jártok Mónikával, szerintem tudnak neked olyat mutatni, ami azért a te... Nem, egyedül kell tesztelni. Nálad elég magas a mérce, tehát nehéz olyat ajánlani, ami megüti a szintet, mert azért ebben te izé vagy, expert vagy, de menj el, szerintem találsz olyat, amire azt mondtad, hogy na igen, ez jó. Szerintem megtaláltam egyébként, és őszintén mondom, hogy a málnás brangniuk, illetve a megyes áfonyás csoki tortájuk, tízig meg vagy. Az felkeltette az érdeklődésemet. Igen, 10-ig meg vagy. Erre ti egyébként hétvégén szerveztek egy 2 napos kulturális programot. A Keleti-Károly utcai templombejárás, a rózsadombi vármaradványok. A biztonság kedvéért kimosatom a hálózsákomat is, hát ha ott alszunk. Igen, visszafelé a 11-es busszal egy kis budai hegyekben egy kis túrázás, és utána záró akkordként a második kerületi cukrászdában a család egy olyan de már 8-10 krémesre, hogy beugrik hirtelen. Már odafelé is egyébként turbosíthatok, hogy legyen egy kis vércukor emelkedés a túrázásra, úgyhogy menjetek el, eszembe jutott. Tehát tényleg, én nem nagyon szoktam neked ajánlani, mert mondok valamit, általában vagy nem ízlik, vagy nem olyan. Azaz. Oké. Azaz. Meg is vagyunk. Azaz. És a francia krémes. Valami világban, díjat nyertek, valami igen. Díjat nyertek vele, igen. Mondom, nem ez az, amivel díjat nyertetek, mert akkor már egy éves idő. Azóta azért csináltatok újat. Annyira azért nem örültetek meg neki, hogy azóta nem csináltatok újat. De tényleg jó vagy. Szerintem pénteken beugrom. Minden friss legyen. Hallottátok? Készüljetek. Tudod, és most a cukrász kez egy megremegett. Leütött egy 1/2 kilóval több cukrot a Wildingba, hogy jön a Jani, tudod, az ország cukrászda tesztelője. Csak mondom nektek, hogy ugye sokszor az a vád ér, hogy nem merek mondjuk így nyíltan adott esetben konfrontálni akkor sem, hogyha valami nem tetszik. Uh-huh. Na most ez nem az a műfaj. Tehát így viszont könyörtelen vagy. Tehát most a múlt héten is intéztem már egy telefont egy kávézóba, igen, és gyakorlatilag minden egyes alkalommal. Nem, hát konkrétan az történt, hogy szerintem nem volt friss a torta, és már gyakorlatilag ki volt fehéredve rajta a csokidara, hazavittem, meg elfogyasztottuk ebéd után, és én őszintén gondolom azt, hogy a desszert az étkezésnek a csúcsa. És betelefonáltál? És oda telefonáltam, és megmondtam nekik, hogy én azt gondolom, hogy ez egy tartatatlan állapot, és hogy méltatlan a helyhez, nagyon nagy csalódást okoztak, és akkor mondták, hogy ha legközelebb arra jön, mondom, nem a potyasütért csinálom, azért csinálom, hogy ez többet ne forduljon elő, mert még egyszer előfordul, többet nem megyek. Mondod, hogy ki vagy? Tehát, igen. Sebestén Balázs. Igen, mindig mondom. És kivel beszélsz ilyenkor? A cukrász vezetővel? Vagy ott egy pincér veszik föl? Nem, oda telefon, és akkor mondom, hogy jó napot kívánok, Matnál Zsófia vagyok, és azért a... Igen. Jó, meg egy Szél Tamás vagyok, és azért telefonáltam. Bárki, aki felveszi. Bárki, tehát nem kérem így a cukrászdának a vezetőjét, vagy mit csinálnak vajon egy ilyen telefonát? Leteszi, és azt mondja, jó, persze. Vagy tényleg elmegy a cukrászmesterhez, vagy azt mondja, hogy nézd, mondjuk idősebbnek hall, és azt mondja, a Véntrojtnak sincs jobb dolga, tudod, itt reklamálja a helyet, hogy mit komolyan vehetik? Valószínűleg egyébként cukrászdája válogatja, nem? Nem hiszem, hogy leesik majd neki a tantusz 1 vagy 2 hét múlva, vagy 3 hét múlva, hogy én nem megyek oda többet, de talán.
A másik meg az, hogy ez miattam fontos. Érted? Én el akarom mondani, azt akarom, hogy legyen visszajelzésük, mert sok esetben tényleg olyanok az emberek, hogy nem mondják el. Tehát, hogy így, hát jó, most nem volt annyira friss. De várj, mi a mozgatórugód? Én rendelek egy pizzát, nem ízlik, nem jut eszembe. Az a mozgatórugód, hogy utána jobb legyen, vagy hogy kibeszéld magadból a kajálás közben okozott mind a csalódást. Kettő. Mind a kettő. Mert ugye ti arra rákészültök, megterítetek, fölöltöztök, tehát leültök. Nem úgy, hanem tudom, hát a Janinak az édességevés az egy szeánsz. Tehát az egy rítus, nem? Hát te nem a hűtőből eszed ki a francia krémest, megterítesz, fölöltözöl, imádkozol, gyertyát gyújtasz, és utána leül a család. Kezdett lábad mostatok? Na, akkor jöhet a francia krémest. Csak úgy nem nyúlunk a süteményhez a Janéknál. Tehát mindenki ugrik valamire, nálatok ugye a desszert elfogyasztása kell. És akkor már kaja közbe telefonálsz, vagy megeszed, és utána? Utána. Utána? Utána. Megtörlöm a számot, és már most is így történt, megtörlöm a számot. Ment fel a netre, megnéztem a telefonszámokat, utána pedig már csörögtem is. Be. Elmondtam nekik, hogy milyen hangnemben beszélsz. Teljesen normális. Jó napot kívánok, két óra ezelőtt vásároltam önöknél két tortaszeletet, egy narancsos trüffel volt egyébként, két narancsos trüffelt, és őszintén szóval nagyon nagy csalódás volt a süteményük, szerintem állott volt. Igazából én azt gondolom, hogy ezt nem engedhetik meg maguknak, egyrészt azért, mert 700 forintot ne kérjenek el egy olyan torta szeletért, ami zseni vagy állott. Hát másrészt ez megint egy újabb dolog, amit nem tudtam. Nagyon figyeljtek, jó. Nem csak magam miatt csinálom, hanem miattatok is. Én a vásárlót, a fogyasztót képviselem, nem. Nem szubjektív, hogy ami nekem ízlik, az lehet, hogy nekem nem ízlik. A penészes az nyilván az egy exakt dolog, tehát az mindenkinek penészes. Erre ugyanúgy rácsúszhattok ti is. És azért nehogy érted, hogy ajánlok valami cukrászatot, aztán mondjuk, amiket én ajánlok, ott nem történik ez meg, de... Istenem, add, hogy ez most jól legyen. Azt tudod, hogy véged van. Egy süti legyen jó, tényleg, tehát gyere be úgy hétfő, hogy figyelj, majd... Meg nem lehet. Igazad volt, 10-ből 8-ből azt mondta, hogy ez vagy nem volt olyan, egyre ma, ha azt mondod, hogy ez most jó volt nekem, az már akkor öröm lesz. Francia krém, valamit mondok, hogy én küldtelek, vagy nem tudom, bármi. Félértesek, elkülönöse véget, az a cukrászláknak is egyébként egy nem csak hogy kötelességük, hanem nagyon komoly érdekük. Két-három sarkonként van egy cukrászla a városban. Hát valójában nem valami olyan veszi föl, aki lerakja, és azt mondja, és megy tovább. Tehát, hogy figyeljetek, nagyon sok hely mondjuk így szájhagyomony útján reklámozik a leghatékonyabban. Tehát, hogy azt mondom, hogy ez jó, az jó, amaz jó, te meg elmondod még két embernek, az megint két embernek, gyakorlatilag mint a piramis játék, csak ez legális. És rengeteg emberhez eljut egy helynek, egy jó helynek a híre, így én is nagyon sok tippet kaptam, lásd most is például tőled, úgyhogy nem mentem fel a netre, nem néztem különböző toplistákat, stb. Bár én ilyeneket is szoktam. Cukrász toplista. És figyelj, a jó hír, meg a reklám, meg az ajánlás, az ugyanúgy terjed, mint a rossz. Tehát, hogyha én adott esetben mondjuk kétszer csalódom egy helyben, akkor... Nem, azt megértem, hogy nem mész. Én sem megyek, rendelek egy pizzát, nem jó, nem adom meg az esélyt, de nem lenne rá energiám. Figyelj. Tehát mindenki valahol nyilván kiél valamit, nem tudom ki a közlekedésben, ki egy-egy ilyen telefonban. Egyszerűen nem lenne rá energiám fölhívni a pizzériát, hogy figyeljetek, odaégett, nem volt jó, úgyse kapod vissza. Tehát, hogy nagyon nem tudnám ezt megcsinálni. Én egy picit bolond vagyok, meg fanatikus is, meg hála Istennek megengedhetem magamnak azt, hogy mondjuk így rendszeresen fogyasztunk ilyen minőségű cukrászipari termékeket, de mi van akkor, hogyha például egy nagy családos hetente egyszer, mondjuk, aki hetente egyszer engedheti meg magának, bemegy, azt vesz magának, mit tudom, meg a gyerekeknek 6 vagy 8 szelet tortát. És rossz. És ez neked egy szabadságharcod a cukrászokkal? Egy kicsit ez van az ászlajára írva. Egy orláni szűzként így mész, és harcolsz ellenük velük kivont karddal? Igen? Érdekes, nem, én soha nem telefonáltam így. Fegyvere a villa és soha. A telefon. Nem, én látom, hogy bemész hallani, hogy összerezzenek. Szerintem ez tök jó. Srácok, nem, a paraszkönyved, tudni, a paraszkönyved itt van. Megjött. A legjobbat adjátok neki. A süti killer. És hogy nézik az arcodat, ahogy így elfogyasztod a krémest, állva ott az asztalnál, öt kis kávéscsészéből. Nem csak én, senki más sem érdemli meg azt, hogy állatsüteményt kapjon a pénzért. És miért nem merünk szólni akkor? Vagy lustaság van, hogy nem? Franc hívja fel. Nem, hát becsomagolják, elviszed, nem ízlik. Hát én azt mondom, hogy így jártam, ez most nem volt jó. Tehát én magamra veszem azt sokszor, hogy nem ízlet. Ha most penészes, büdös, rohadt, akkor igen. De ha nem ízlet, akkor én nem azt mondom, hogy az ő hibájuk, hanem azt mondom, hogy nekem ebbe ez az elkészítési forma nem ízlet. Ha nyilván viszel 4 sütit 4000-ért, és nem tudom, hogy 3000-ért, 1500-ért, és mindig penészes, akkor kicsit élek a helyben. Tehát akkor az ember lehet, hogy még oda is csörög. De például van egy száraz csoki torta, és én veszek valahol, és azt mondom, hogy ez nekem nem ízlik, akkor én azt gondolom, hogy ez az én ízlésem szerint nem jó. Á, de érted, azért mire gondolok? Olyan, oké, de vannak olyan sztenderdek. Ha penész van rajta, akkor igen, az érthető.
De aha, van olyan. Ha ízében nem ízlik, azzal nem tudsz. Ez nekem, én szeretem a krémesebb, ez az. Kezdeni, igen, azzal nem tudsz reklamálni, de hát teljesen alap. Én most egyébként a kerületünk egyik legjobb nevű cukrászdát például fél éven keresztül bolykottáltam. Ez mi volt az? És elmentél előtte villamosra, és azt mondtad, hogy még mindig nem jövök? Várjatok csak! Nem, állt a kirakat előtt egy kicsit így. Na, nem megyek be! De csak a te fejedben bolykott, nem? Nem. De náluk ez valódi bolykott? Hát észrevették, hogy te nem mész? Hát mivel írtam egy levelet is neki. Ne. Várjál, postán vagy e-mailben? E-mailben. E-mail? Fia, ez nagyon kemény. Tisztelt cukrászda! Tisztelt cukrászda. Eddig stimmel. Egyes pont, igen. Igen, kettes pont, hármas, és a négyes pont. Nem, és most önöket június 31-ig engedjék meg, hogy ne látogassam. Tisztelettel, Vadó János. Először felsorolta, hosszasan méltatta a régi érdemeket, és leírta, hogy ő 10 éve törzsvásárló. Igen. És ha azt a pénzt, amit ő ide behozott, összerakná, akkor egy budai villa ára lenne belőle. Na most ennek vége. Feltörted az e-mail fiókom. Honnan tudod, hogy mit kérdez? Ezt értem egyébként szinte gondolom, konkrét. Gondolom, eszészerűen kibontottad a minőségromlást, és a végén összegezted, hogy te bolykottálod őket. Igen, és nagy szeretettel, tisztelettel, Vadó János. Most egy ideig pihentetem a kapcsolatunkat, így egymással elcsúsztak sajnos a dupla teszten. És nem írtak vissza, hogy ez nekünk sem nagy baj. Legalább nem izgulunk minden nap, hogy ízletesítem. Nagyon korrekt, válaszoltak levelet kaptam, egy válaszlevelet, és azt mondták, hogy azt írták, hogy nagyon sajnálják, hogy voltak ilyen negatív tapasztalataim a helyjel kapcsolatban, és nagyon remélik, hogy legközelebb ez már nem fordul elő, és újra majd a vásárlók közönségük között üdvözölhetnek engem is, és kis családomat. Azt nem írták, hogy mindent megtesznek azért, hogy ez ténylegesen meg is történjen. Én nyitok egy cukrászát egyszer, nehogy is, én titokba tartom. Tehát, az lesz a neve, Janine. Janine. Jani mentes, tudod? Jani mentes a vezető. Janine. Két belész, hagyd fel minden, remény. Janine. Igen. Voltatok már a Janine cukrászdám? Janine. Ez nem Janine, ez Janine. Janine. Janik kíméljenek. Ez az a cukrászda, ahol én beírtam, hogy kietlen vidék, nem tudom, de maga a cukrászda az oázis. Ja. És arra te válaszoltál nekem? Mit? Egymásnak üzengettem. Igen, üzentem neki, hogy beírtam ülői úton már, és beírtam, hogy nincs a kietlen vidék, és nem tudom, és milyen szörnyű hely, de hogy ez egy oázis ebben a szörnyű helyben, mint egy ugye utalva arra, hogy egyébként milyen szörnyű helyen van, mert mondtam, az a hely a szörnyű, ahol te lakszod, visszajöttek. Hónapúval mentem, és látom, hogy Jani válaszol. Kietlen vidék, tudod, így jött Lőrincről. Észrevettem a bejegyzését, Nem tudta, hogy ő ment egy hónapon, és észrevette, hogy én beleírtam, hogy ezen a kietlen vidéken, itt a sivatagi körülmények között, ezen a lepusztult helyen, ugye? Voltál itt a kollégája is nemrég. Mondom, igen? Na nézzük, mit ír. És látok kietlen vidék, és visszajött neki a kietlen... üzengettünk egymásnak a vendégkönyvben. Figyelj, Sinkor, a Móni egyébként mit csinál? Tehát ott áll a hátad mögött, apácska, tedd le. Ne csinál, vagy amikor ott vagytok egy cukrászdában, és akkor ízlet, uram, mondjuk valaki nem ismer. Hát, ha már így megkérdezte, mondott te, akkor elmondanám. Jön egy ilyen 4 órás előadás, és Móni közben mit csinál? Nem, hát nálunk ez... Ki a... hátrál, vagy iszik egy jó presszót a sarokban? Ez nem köztudomású, de nálunk azért többé-kevésbé ugyanaz a helyzet, mint nálatok, hogy én vagyok a gyutacs, ő pedig a betonromboló. Tehát, hogy ha cukorban vagy sütiben, te mész vérre. Igen, de én csak pukkanok. Tehát, hogy amikor Móni robban, akkor már nagy baj van. Tehát, hogy akkor már én is menekülőre fogom. Ha ő így, akkor... Igen, ő a keményebb. De ő is reklamál a sütiért? Tehát ő, ha neki nem ízlik, ő is? Vagy azt mondja, hogy... Apácska, igen, de ő beleáll. Tehát, hogy az a baj, hogy neki elkezd így vibrálni egy ilyen ideg a szemet. Hát ez nagyon kemény. Ő nagyon ez komoly. Nagyon kemény. Hát a virág meg a legjobb, ő meg így ellöki magától a tányit, és azt mondja, hogy ez. Jó, hát ha ilyen szülőkön szocializálódott. De tényleg, de hát egyszerűen azért, mert tényleg olyan, csak ő nem ilyen körülményes, mint én. Kedves üzletvezető. Ez figyelj. Volt már, hogy egy francia krémes beírtál a panaszkönyvbe? Olyan is van? Hogy mit adhatok? Egy presszó kávét, francia krémest és a panaszkönyvet. Vagy csak e-mailt írsz, vagy betelefonálsz? E-mailt. E-mailt szoktam meg egyébként szóban, hogyha megkérdezi, hogy milyen volt. Tehát régen nálam is ez működött, hogy milyen volt. Nem volt rossz. Tehát, hogy most már nincsen ilyen. Most már könnyebb, vagy akkor mi? Elmondom, a Zahertorta mellé szoktak egyébként tejszínt is felszolgálni, a tejszínt is jobb helyeken egyébként. Bécsben is, de nyilván még nem járt. Jézusom, de utálnálok. Nem, én sem voltam még Bécsben. Menj, aztán ez is süssé magadnak, tudod. Hát ilyen, arra emlékszel a kis közös vacsoránkra, amikor elkövette a pincér azt a hibát, hogy megkérdezett Janit meg engem, hogy milyen volt a vacsora. Én elég nagy szájú vagyok, de én leszemlesütve ültem. És én csak már jött a pincér, és én
suttogtam, hogy ne kérdezz meg, ne kérdezz meg, ne, is, ne, ne, ne. Nem, uram, hogy ízlett a vacsora, tudod, és így belemélyedtem a telefonomba. Mert megkérdezte, hogy ez, és kérdeztem, hogy mit akar tudni, hogy kedveset akar tudni, vagy az igazságot. De nem, várjál, nem, az úgy volt, hogy én ültem csöndbe, én a nagyszájú, aki ebben a műsorban mindig a legbunkóbb lenne nagyszájú, azt mondtam, finom volt, köszönjük szépen, erre Jani jött egy kis fél órával, és utána te még bevittél valami olyan kegyelemdöfést a végén a kacsára, vagy nem tudom, mire. Megkérdezte, hogy milyen volt. Pécset voltunk, emlékeztek? Igen. Igen. Jött egy ilyen, hogy ízlett, milyen volt? Mert megszokta azt, hogy még megkérdezi, és azt mondják, hogy jó, köszönjük. Én voltam ez a nagyon finom köszönjük, mondom, menj, menekülj, te szegény. Hagyd itt ezt az asztalt, szaladj. Erre te már robbantál, ugye? Miután a te kajádat hozták ki utoljára, Jani robban. És aztán hát kérdően még a Feri felé nézett, igen, hogy hát ha majd az, aki ugye sütfőzés ért hozzá, kap egy jó szót, és ott még három olyan mondatot kapott. Hát leültettük ma. Na tesó, figyelj. Hát nekem persze, mert csak annyira volt erőm, hogy mert kihozta, és én nagyon büszke volt, és ugye megkérdeztem, én mindig megszoktam az ilyen helyeken kérdezni, hogy mit ajánl. Tehát, hogy mi az, amit jó szívvel ajánl nekünk, illetve amit ő is fogyasztan. Aha. És hát ott ugye az volt a helyzet, hogy hát, hogy is mondjam csak, tehát hogy akkor azt hiszem, hogy azt jeleztem neki, hogy ha maga is szereti a porból készülteket, akkor tényleg, akkor gratulálok az ízléshez, és akkor neki ahhoz képest jó volt. Tehát, hogy de én nem tudom, na én ebben nem, én valahogy nem vagyok ebből őszinte. Lehet, hogy gyávaság, nem tudom. Én azt mondom, hogy finom volt, köszönöm. Meg nem ott, hiszek volt benne, hogy meg tudom. Kör, hogyha emlékszel, tehát hogy nem, tehát hogy rendelők, és mégis kiderült, hogy mégsem volt, és akkor vártam már fél órát, és akkor már az egész már, mire kihozták az egyiket, addigra kihűlt a másik, tehát hogy az egész ilyen fura volt. És sosem mondom el, soha. Nincs bátorságom, vagy nincs bátorság. Javítasz rajta, hát jobb lesz a hely tőle. Nem vagy, nem, nem vagyok biztos. Hát én abban sem vagyok biztos, hogy a pincér egyébként, amíg bemegy a konyhába, elmondja a szakásnak, azt mondja, jó, van, hogy agyjából volt mennyi. De nem tudom, hogy ezzel valóban elérsz-e valamit. Én szeretem ezt, a milyen volt, köszönjük. Legyünk túl rajta, fizessünk, menjünk. Meg hibázott egyébként a pincér. Mert már szegény, akkor, amikor azóta bánja, én akkor, amikor ültem, pedig nem szoktam. Amikor Feri megtörölt azt, tehát, és letette egy szalát, és picit ilyen félodasan ismeritek ezt, egy picit egy félodasan egy hátradől. És elereszt egy ilyen finom sóhajt, de na ott kell meglépni. Tehát akkor ott nagyon gyorsan vissza kell menni a mosatlanokkal a konyhába. Egészségére, mondom, én láttam a pincért jönni, és én már csak annyit sútogtam neki, hogy te szegény, ne kérdezzünk, menj, szaladj, te ártatlan, itt vagy, most még mehetsz, most még elengednek. Tudtam, hogy itt ülök két ilyen emberet, hogy Jani is mindig ízekre szedi a kaját, te is, tudod. Nekem mindegy volt, hogy mit. És ha nagyon jó, akkor meg... cukrászdát. Nem is ott van. Ugye? Felejtsd el, engedd. Én nem akarok rájuk szabadítani egyébként. Michelin ellenőr, tudod, ott állja 3-4 óráig elemezve, és engem szidjanak, hogy kösz Balázs, miért nem tudtad ezt titokba tartani? Neked írnak levelet. Kedves Balázs, köszönj, soha többet. Tegnap voltam ott, bezártak. Csődbe mentek, nem menjél oda. De nagyon szimpi egyébként, ahol lapjuk alatt. És most hány cukrászával vív szabadságharcot? Tehát most kivel, ki, most seregeit hol állnak harcban egyébként? Most nyugi van? Ez a vagy a hét elején volt, vagy a múlt hét végén volt ez, amikor beírtam nekik. Most nincsen semmilyen probléma. És a fél évből még mennyi van a büntiből, amíg minden nap megbünteted? Most megint megyek hozzájuk. Megint mész oda? Most megint megyek, mondom, csak fél év. Nem tudom, hogy nekik jó hír vagy nem. Tehát jó, most hír, örülnek. Igen? Szeretnek egyébként. Szeretnek a műsort is, nagyon szeretik, mindig dicsérik a pincérek. És váratlan látogató vagy, mint egy Michelin ellenőr, vagy azt mondta, hogy gyerekek, hétfődére megyek. Tehát ennyi előtt azért adsz nekik, hogy legalább friss legyen a krémes. Vagy fölhúzol egy csúkját a fejedre. Tehát hogy mész? Váratlanul? Váratlanul. Igen? Váratlanul, nem mondom meg nekik előre, mert akkor fel tudnak készülni. Nem lepődnék, meg bemennék egy cukrászába, és kint lenne az arcod egy ilyen bekeretezett képbe a pincéreknek, hogy ha ő jön, tudod, az extra sütiből adjatok. Atya Isten. A Michelin csillag után Jani kereszt, vagy nem tudom, vadon. Valami, igen. Valami. Egy ilyen izét, egy ilyen, hogy hívják, egy ilyen körszakálas koponya. És három koponyás hely, az már nagyon jó. De te telefonáltál be, hogy nem ízlett? Valaha. Hát nem, rendelsz egy pizzát, bementél egy cukiba, nem volt jó. Beleállsz? Nagyon nem állsz bele, mint a Pécset beleállt. De én helyen mindenhol beleállok. Igen? Ha megkérdezik, akkor tényleg tök őszintén elmondom. Sőt, úgy is elmondom, ha nem is kérdezik. Én is azt gondolom, hogy azért ez a pécsi pincér se provokált annyira, hogy Feri, mondjon már, nem, Feri, ugyan mondjon már valamit. Tehát, hogy alig várthat, hogy csak sohajtson egyet, és elmondhat. Várja, ő megkérdezte, hogy milyen volt. Én azt kérdeztem, hogy mit szeretne hallani, az őszintét, vagy gyorsan essünk túl. És tényleg, ő mondta, hogy volt egy ilyen körülmény. Én itt így csúsztam le az asztal alá. Én nem a szobámba vacsoráztam. Legyünk túl gyorsan rajta, vagy mondjam el, hogy ő az igazságú. Na mondom, akkor figyelj. És de ez akkor kívülről nagyon-nagyon-nagyon furán néz ki.
Tehát, hogy kívülről ilyen nagyon rettenetes. Nem mondhatod, de fizetsz egy valaki. Én nem mondhatom valakire, hogy nagyképű, de kívülről ezért mit akar tudni? Az igazat, vagy tudod, az őszintét is. Igen, de a jó vendéglátost azt érdeklelnie kell, nem? Ez nem egy rutin kérdés, milyen volt? Mondj valamit, meg se hallgatom. Az a baj, ha rutin, mert őt érdekelnie kell, hogy milyen az étele, hogy ízlett, és hogy milyen szájízzel megy el az az ember, aki ott hagyta a pénzét. Tehát, hogy szerintem ez de én azt is elmondom, ha nagyon jó, sőt, az kérdés nélkül is elmondom. A múltkor voltunk Egerben, egy étteremben, és ott kérdés nélkül elkezdtem mondani, hogy menj tovább, ugye? Kérdés nélkül elkezdtem mondani, hogy nagyon köszönjük, nagyon isteni volt, ez nagyon szuper, és tényleg elégedett vagyok. Én azt is elmondom, tehát nem és csak... És úgy is elmondod, hogy még jön a desszert? Vagy csak a végén? Vagy azért félsz, hogy körbeállják a vaníliasodót? Ja, az csak a legvége fizetésnél. Ezért kérdezem, hogy mennyire vagy bátor? Tehát már a főétel után elmondod, hogy milyen volt a nem tudom mi, vagy amikor megjött a desszert, és minden megittál, akkor mondod el, mert azért ott még. Gyerekek, egy vaníliasodó a Ferinek. Ne gyerekek, hát tényleg ezért van az, hogy közbe kérdez. Jó ide. Ez nagyon okos volt. Szerintem legyél ravaszt. A főétel után, ha megkérdezik és rendeltél desszertet, akkor dicsérsz, és utána mondod el az egész. Aha! Igen. Mert hogy az arra vonatkozik, ugye ha akkor megkérdezés, te azt mondtad, hogy hát kicsit nem így képzeltem el, akkor a vaníliasodó az hello. A somlói vaníliasodó, grízpudin. Oh. De az jó, hogy nem a végén kell mondani. Végén kell mondani, igen? És akkor igen, elmondod neki, hogy na csak, hogy értse, hogy miért forintra annyi az összeg, amit most átnyújtok önnek, mint amennyit ne, a számlászat. Ne, még ezt, ne, ezt is betolod, ne. Volt már ilyen. Jézus Isten, és rám mondtok ilyen dolgokat, hogy én hogy viselkedek, hogy én nincsen. Oda mondod, hogy forintra azért az összeg, nem merném megcsinálni. Na ennél például sokkal gyáva vagyok. És akkor... És forintra leszámolod, ha nem ízlet? Én még akkor is adok 10%-ot, mert sajnálom. Mert nem az ő hibája, a szakács a hülye. Én odaadom 10%. Tehát ő kihozta, beletette szívét, lelkét. Hát most ha a szakács hülye, azért a pincér, és forintra odaadod. Ebben mondjuk a kiszolgálás minősége is benne volt. Tehát, hogy ott azért a pincér is olyan volt. De mondjuk, ha nem tetszik a kiszolgálás, azt mondta, hogy és most megmondom, hogy miért forintra ennyi. Igen. Az nagyon bátor. Hát de basszus, tehát hogy az is hozzátartozik. Tehát például, ha még mondjuk hogyha az ételeknek kemény. A minősége mondjuk közepes, de a kiszolgálás nagyon udvarias, nagyon érzékeny, nagyon jó fej. Én akkor oda százszor szívesebben megyek vissza, sőt visszamegyek, mint egy olyan helyre, ami mondjuk a Balaton felvidéken voltunk most tavaly egy helyen, ahol ami nagyon-nagyon hype-olt, sőt egy picit túl hype-olt hely is, és a kaják minőség nagyon-nagyon jó volt. Viszont a második alkalommal beugrottunk, és ide mondjuk asztalt kell foglalni, és lehetett is volna mondjuk asztalt teremteni nekünk, hogy egy picit rugalmasabbak. Azt mondták, hogy hát kint esik bent, meg nincsen hely. Ja jó, hát nagyon kedvesek vagytok, tök, hogy így marasztaltam. Kedvesen marasztaltak minket, nagyon szimpatikusak vagytok, hát ide sévünk többet. Na, ott például így álltam hozzá a dolgoz, pedig a kajáknak a minősége az fantasztikus. Hú, de bátrak vagy. Csak picit a pincér mondjuk azt mondta, hogy hát jönnek ide, amúgy is tele van bent a hely, nem fogok levenni ezért két asztalt, meg két vagy három széket kint a kerthelyiségben, csak azért, mert ezek ide jöttek és itt akarnak kávézni, meg sütizni. Kíváncsi vagyok, hogy valójában tényleg mennyit tanul belőle. Egy étterem, egy pizzázó, egy cukrászda. Tehát nyilván fontos, de hogy az alkalmazott elmondja valójában. A főnöknek nyilván kell a visszajelzés. Ha nem tanulnak belőle, akkor alkalmatlanak erre a szóval. Nem azt mondom, hanem azt, hogy egy slendrián pincér elmondja a főnöknek délután, hogy változtassatok X-el, azt mondja, jó van, nem ízlet, na add borot, menj anyádba, aztán főzessél otthon, érted? Mert sokszor így gondolkoznak ugye a pincérek, vagy ezt gondolhatják, vagy bárki is bemenjen, jó van, hülye ízünk, persze, neked semmi nem jó, aztán menj. Nem? Tehát, hogy valójában egy hely tanul ebből. Én vagy egy pizzázót, ha visszahívsz. Állok, én nagyon imádom, ha oda jön valaki és elmondja, és én a srácaimnak is mondom, hogy gyerekek, mondjátok el a szakácsnak, hogy mit mondott a vendég. Hát egyrészt azt is, de hogy mondjátok el, mert az marha fontos, érted? Ha egy kicsit is érdekel az, amivel foglalkozol vendéglátósként, vagy szakácsként, vagy felszolgálóként, akkor pont ebből fogsz ez tanulni. Ez a helyes hozzáállás. Érted? Meg lehet rajta sértődni, hogy valamit elszúrtál, de hidd el, hogy nem a vendég a hibás, hanem te, vagy a szakács. És te is odaadod úgy a borvalót, hogy nem adsz, és elmondod, hogy miért nem adsz? Én mindig adok illetve ez így nem igaz. Ha a kaja rossz, de a pincér jó fej, akkor miért ne adnál? Hiszen aha, ő jól végezte a munkáját. Igen. Érdekes. Mindegy, ne menj. Ez nem a visszatérve, nem. Bezárt. Csődbe ment. Végük van. Nem akarják. Na jól van, végeztünk egy tudományos kísérletet tegnap, erről beszélgetünk majd a hírek után, hogy mi lett az eredménye.
Jó? Mert hogy ugye mindenki megmutatta otthon a gyerekének azt a kis svéd Jotlenflottyen, Lólenflottyen kis mesét, amiben ugye érdekes dolgok vannak. Ha valaki nem hallotta a tegnapi adást, akkor felvezetjük majd a hírek után röviden, hogy mi volt a tudományos kísérlet lényege. 5-6 éves gyerekeknek mutattunk meg, egyébként 5-6 éves gyerekeknek szóló erotikus mesét, nem is erotikus mesét, egy ilyen kis animációs mesét, és arra voltunk kíváncsiak, mit szólnak a gyerekek, szóval folytatjuk a tegnapi témát. Kicsit ezzel jövünk, Ákos hírei után. Morning Show. Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan. 3 perc múlva szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk. És ugye tegnap találtunk egy érdekes cikket, ami ugye hát igazából egy svéd animációs kisfilm volt, ugye? Ja igen, így van. Sajnos mi nem tudjuk a címét elmondani, viszont Balázs tökéletesen beszél svédül. Klotzent Lólenflottyen, valami ilyesmi volt a címe. Bicankullen Mocankullen. Ez pontosan ez volt. Ugye, hogy ez volt? Ez, Bicankullen Mocankullen. És arról beszélgettünk, hogy mit célt szolgálnak az ilyen kis felvilágosító filmek, ebben animációs kis figurák ugrálnak, ugye megjelenítve elsődleges nemi jellegét a férfiaknak és a nőknek, ugye? Így szépen mondjuk, ebben nincsen semmi durva, és ugrálgattak a kis férfi dolgok, és ugrálgatnak a kis női dolgok. Hát ennél finomabban nem tudom a dolgot mondani. És arról beszélgetünk, hogy jó-e az, hogyha ezt a gyerek megnézi, röhögsz rajta, nem röhögsz rajta, felnőttek csinálják gyerekeknek. Valóban ez-e a felvilágosítás célja, hogy a gyerek ezzel ismerkedjen, vagy beszéljen róla. Hogy elfogadja azt, hogy ez nem tabu, hogy téma, napszemekben, cilinderben ugrálgatnak. Tehát szerintem ennek... A megszemélyesítették őket, így van, a női részlegen ugye volt egy idősebb, így aki bottal járt, de volt egy fiatalabb, akinek nagy szempillája volt a női részlegen, a fiú részlegen pedig volt kalapos úriember, és egy pankhajú kis vigét, fiatal vigét, de nem a szexuális felvilágítás a célja, hanem inkább az elfogadás. Szerintem, hogy ne legyen tabu erről beszélni. Igen, erről szólt a szöveg is. Lehet rajzfilmet is csinálni, hogy nincs ezzel semmi gond. Igen. És teszteltünk este, arról beszéltünk, hogy hazaviszük és megmutatjuk a különböző korú gyermekeinknek, hogy ki mit szól hozzá, kinek hogy tetszik. Ugye a szöveget nyilván nem értették, mert hogy ugye az arról szól, hogy a fiatal jó, de az időst is tiszteld, stb. Igen. És hogy megénekelte ezeket az elsődleges nemi jellegeket, ugye tulajdonképpen? Igen. De a szöveg az egyébként, ahogy ugye az egyik kedves göteborgi hallgatónk elmondta, hogy egy teljesen triviális szöveg volt, tehát hogy nem volt benne semmi ilyen igazán megbotránkoztató, csak elmondta, igen, hogy a férfiaknak ilyen van, a nőknek pedig ilyen van, és kész. Igen, és ugye azt boncolgattuk, hogy vajon mi felnőttek, mert a svédek felháborodtak és óriási balhé volt belőle, hogy miért kell ilyet a gyerek szem elé tenni, hogy nem esetleg arról van ez szó, hogy egyébként a felnőttek ismerik föl, hogy ez mi, és a gyerekeknek egyébként fogalmuk nincs, és ezért nem is érdemes felháborodni, mert a gyerek úgyse tudja, hogy mit lát. Na, erre szolgált a kísérlet. Kinél mi volt? Kis telefonon tudtam neki. Megnézettem. És? Semmi. Megnézte, ugye? Dögunalom, tehát láttam a gyerek szemén, hogy egyáltalán nem érdekli, mint ahogy nem akarom megbántani a svéd filmkészítőit, de hát tényleg ez nem aranyosak a figurák, nem kedvesek. Mondta, hogy ez egy fiú meg egy lány, mert ugye ott volt a jellegzetes, hogy egyiknek bajsza van, másiknak hosszú szempillája. A zenét úgy látszott, hogy úgy valamennyire, de ment tovább és játszott. Uh-huh. Nézd, azok a gyerekek, akik ugye a lányom 7 éves lesz, számítógépes játékkal játszanak, nekik olyan ez egy cuki figurák vannak. Volt, igen. A Kádörópa, ahol egy cuki kis béka van, vagy a Pudding Monsters, ahol cuki pudingok rezegnek, és egy ilyen logikai játék. Ezok kedves figurák, vagy a Petek, mint a Janinak a lánya is, tudom, hogy nagy petes volt, nem tudom, kinőtte már a virág, vagy még igen. Én nagy fejű, kis testű állatkák, ezek cukik. Ebben semmi cuki nincs. Borzasztóan nem érdekeltek. Borzasztóan nem érdekeltek. De engem már úgy ment be iskolába, hogy az énekelt, hogy plince, kottyam, klónak. Szóval nem. Amivel meg azt mondta még, amikor meglátta a férfi női piktogramot, hogy a WC? Mert hogy ugye megjelenik a férfin, és a helyére kerülnek ugye a kis szervek, és nem érdekelt. Nem érdekelt. Nem, ment tovább a tablethez, nem érdekelt. ment tovább feltörni a názakógyát. Leült újra, igen, a PC elé. Ment a Terminátor 2 a tévében, és az jobban érdekelt. Igen. Hicskok madarak sokkal jobban tetszett neki. Igen. Na, nálunk hasonló egyébként, tehát a gyereket teljesen hidegen hagyta ez a dolog. Én próbáltam még fordítani, megmutatni, mit látsz a képen, ez mi, az mi. A nőit azt valami körtének baratnak nézte, és nem jött rá. Jul is nagyon bólogott, szerintem nálatok is az volt, hogy gyümölcs. A fiú meg valamilyen manószerű valami, de nem értette, és én szent meggyőződésem volt, hogy tényleg ez lesz, hogy nem érti. Aha.
Tehát, hogy, és hidegen is hagyta. Tehát, hogy úgy láttam rajta, hogy nem az van, amikor tudod, a gyerek ilyen tátott szájjal ül, és azt mondja, wow, mi ez, jársz le még egyszer, a Beri minden többször megnéz. Olyan simán egy, elengedtem, hogy kérdeztem, hogy még egy. Verdák. Jó, oké, verdák. Verdák. Tök jó. Nagyon jó, de verdák. Tehát, hogy így egyszer semmi nem volt benne. Nem érdekel. Na látjátok, hát pont ez a zsenialitása a dolognak, érted? Hogy csak beszélt róla, ő bármit gondolhatott vele. Nálunk egyébként csont volt és kávészem. Csont és kávészem. Csont és kávészem csont volt. És kávé. Amikor a helyére került, akkor derült ki, hogy ez micsoda, ugye, mert beúsznak a helyükre, hogy Anna is elmondta az előbb a rajzfilmen a végén, beúsznak a helyükre, és akkor mondták, hogy ja, hát igen, ez a... De fönn van a Facebookunkon ez a videó, mindenki meg tudja nézni, hogy ennyire prüdek a svédek, tehát ott mindenki felháborodott, lincs hangulat. A felnőttek háborodnak fel, igen. Megint a gyerekek helyett. Tehát a gyerek nem, semmi olyat nem lát benne, ami miatt egyébként a felnőttek felháborodnak, megint helyettük gondolkodik a felnőtt. Ebben az a durva, a gyerek 6 évesen megismeri. Tehát ott van a baj szerintem. Az a természetes, ha nem. Tehát azt mondja, ho, ezt nézd, apa, hát az meleg, ha azt kiszúrja. Mondjuk nekem ez nagyon tetszik, hogy a Feriéknél egy csont és egy kávészem, ahhoz próbál meg a gyerek viszonyítani, amit otthon lát. Mit lát otthon? Csontot a tálalón, vagy egy kávészem. Virág nálatok, ugye fiatalabb lenne, akkor kézisújzónak ja, nézni. Igen. Mi ez virág? Francia krémes, és ez francia krémes, és ez francia krémes, és ez francia krémes. Igen. Júli, mutatta te is? Én mutattam, és én mondtam is nekik, hogy van egy videóm a Fütyi és a Punci táncáról, és ezek nagyon beizgultak, hogy fú, mit fognak látni. És leültek, a Milán az konkrétan a 10. másodpercnél fordult el. A Lidit csak így nézett ki a kis fejéből, és amikor először megjelent a férfi himtag, akkor kérdezte, hogy ez mi a túró. Uh-huh. És akkor mondtam, hogy hát ez a Fütyi. De elmondta, de nem kellett, az pont az volt a lényeg, hogy nem mondd el, hogy ők észreveszik-e, hogy ez az. Nem, ugye? De tehát, utána, és akkor utána, amikor bejött a néni, akkor kérdezte, hogy és ez micsoda. Uh-huh. Tehát egy kis fiú, meg egy kislány sosem lát így egyébként. Nem, persze, hogy nem. De ezért volt érdekes, amiről tegnap beszéltünk, hogy tényleg felháborodtak. És utána a következő videó, amit ajánlott, ez a Mr. Bean volt, úgyhogy mondták, hogy akkor kattintsunk. Annyira egyáltalán nem zaklatta fel őket, vagy azt se tudták, hogy mit lát. Mr. Bean néznek. Hát a rajzfilm. Ja, rajzfilm. Az nagyon aranyos. A zene nagyon tetszett nekik, tehát hogy maga a dal, hogy az ilyen vidám kis lötyögős nótácska, amint Soma kiakadt, hogy amikor ugye szereplő még a férfi rész, ugye akkor fölfelé áll. Tehát így de nem tette, vagy nem értette. És persze. Amikor meg rákerül a bácsira, akkor meg már lefelé. Uh-huh. És ezt próbálta feldolgozni, hogy egyszer alul van a nyaka a bácsinak, aztán meg felül. De az se tehát az is csak ilyen gyermeki logikával. Abszolút, aha. Abszolút. Jó, igen. Hát nagyjából erre számítottunk, igen. Tehát, hogy ezen felháborodni, ez így fura is. De fura ami, ami jó benne, hogyha őszintén tudsz azt a három mondatot beszélni erről. Tehát, hogy a gyerekek nem kezdnek el, jaj, úristen, akkor most mi van? Kazi kérdezi, hogy Noel mit szólt hozzá. Na, viszont neki nagyon tetszett. És utána rengeteg kérdést tett, hajnalig beszélgettünk. Apa, ez nagyon durva. Mesélj nekem erről. Na jó van, oké. Akkor ezt elvégeztük, most pedig játszunk, jó? Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a pároloktatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafan csalogányai. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia. Hello! Hello! Hogy hívnak? Gergő vagyok. Gergő, most álmos vagy, vagy kicsit még olyan kis... Nem, csak izgulok egy kicsit. Aha, izgulsz. Honnan hívtál minket? Gyöngyösről. Ó, Gyöngyösről. És mit csináltok ott, mi folyik ott? Hát most éppen reggelizek. Na, tess, mi a reggeli? Tess, mesélj nekünk egy kicsit. Avokádó krémes kenyeret. Ez nagyon rossz. Ami Gáborunk haján könyvbe lábadt a szeme. Te csináltad, vagy vetted készen? Mi csináltuk? Anyukám csinálta. De jó fej. Anyukát csinálta? Mennyi idős vagy? Olyan komoly a hangod, azt hittem már, hogy... 25 éves. Uh-huh. 25 éves vagy. Igen, most anyukát csinálta a reggelit. Mit csinálsz egyébként, Gergő, suliba jársz, dolgozol? Hát, dolgoztam már, de most munkanélküli vagyok, sajnos. Uh-huh. Hát az nem, az sosem jó hír. És mi volt a melód, mit csináltál? Weblap szerkesztő. Az menő. Azzal szeretnék majd foglalkozni továbbiakban is, találok. Na jó, hát reméljük, hogy sikerül. Jó, mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi Beru néni. Figyelj, hallgass meg, jó? Oké. Okay. Uh-huh.
Mennek valahova. Igen, hát nem úsznak. Nem, igen, mennek valahova. Figyelj, hallgass meg. La la la. Aha. Szomorú szamuráj. Jézusom, fel se fogta. Na, várjál, 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 várjál. De ez tényleg nem, most ezt fel sem fogtam, hogy, hogy mi történik. Na, 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 ennyi volt. Ebből nem lehet kitalálni. De, zseni. Sajnos, zenei zseni. Ez hol, hogy, hát honnan tudtad ezt, Gergő? Hát már hallottam egy párszor nálatot is. A Szomorú Szamuráj című dalt. Hát talán egy hát, retro napon. Igen, ilyen retro napon, meg a játékban is volt már, igen, párszor. Aha, és akkor mindet megjegyzed. Igen, hát megjegyeztem. Na, hát megvan az ajándékcsomag, ügyes vagy, döbbenten állom a dolog előtt, mert hogy fel se fogtuk még ezt a kis dalrészletet, annyi időm nem, hogy a monitorra nézett. Nagyon jó vagy. Én szomorkodtam, hogy milyen rövid volt a részlet. Igen. Ugye, és te megbelököd. Hát jól van, küldünk neked akkor egy szép kis ajándékcsomagot, jó? Köszi szépen. Ügyes voltál. Köszi a játékot, ciao. Hello, hogy sok sikert a munkakeresésben. Igen, igen, kívánjuk, hogy találjál munkát. És további jó étvágyat. Jó, hello, hello. Mi Gáborunk hogy fog örülni, ha elmondjuk, hogy avokádokrémet evő hallgatóink vannak. Mm-hmm. 8 után. Avokádokrémet eszik, igen. Igen. Írják többen, hogy lehet, hogy vele egyébként már játszottunk, szerintem Gergő Gyöngyös, ő nekem megmaradt, vagyis ismerős volt. Nem, Anna nagyon integet. Egy másik? Másik? 4000 játékos van a fejében egyébként, döbbenet Annának. Na jó, itt van Gábor, látjátok, száguldozik itt, mint egy mérgezett egér. Mit csinál? Bement Annához. Valami. Átment a másik oldalra. Miért lehet ilyen izgatott? Mit bizniszelnek? Szerintem lehet, hogy az asszály miatt a csicsoka termés most kicsit kisebb lesz ebben az évben, vagy? Be se integetett, nem csinált, elrohant, és betérdelt az Annához a kis fülkébe, letérdelt, hogy legugolt az Annához. Nem akarom ezt tovább gondolni. És most már Anna is eltűnt, nem tudom. Valami nagyon komoly dologról lehet szó. Na innen, jól van. Jön a mi Gáborunk, jó, vele beszélgetünk majd a hírek után, hiszen csütörtök van, úgyhogy Mr. Puliszka jön hozzánk, és érdekes dolgokat mesél nekünk, úgyhogy Gáborral folytatjuk, Ákos híre után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sedestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt, pontosan 8 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Az új nullás híd megállt ért felé, már a 6-os útra sem lehet felhajtani. Minden sáv áll, ezt Ati küldte nekünk. Péter és Monor között az S-kanyarnál baleset, teljes útzár, érdemes kerülni, üzente nekünk Márk. Aztán Sátorolja új her és Cigánt között az út csúszik, és köd nehezíti a közlekedést. Csokoboly küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Valamint azt nézem, hogy Hajdunánás polgár-közpolgár felé piros transporter az árokban, elég összetörve az oldalán fekszik, kis Missi üzente ezt nekünk. Köszönjük szépen. Van más? Nincs más, ugye? Nincs. Mindent elmondtunk. Ez milyen szörnyű, ami most megint Párizsban történt, hogy teljesen direkt lelőttek egy rendőrt, Ákos, így félfülre hallottam, hogy közül beszéltem a Gáborral, de ez szörnyű, hogy ennek így mikor lesz vége. Mondták, hogy nem lesz meg vége. Megállítani, igen. Amikor ugye megtörtént a szerkesztőségi eset, akkor utána jelezték, hogy ez nem a... Nem a hogy ez nem ez volt, igen. Az utolsó. Igen, elképesztő. M0-as Győr felé M6-osnál van egy baleset, és teljesen megállt. Igen, ez ugye ért felé van, ahogy az előbb is mondtuk, a 6-os útra se lehet ráhajtani, úgyhogy mindenki vigyázzon, Cseniza küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. Csütörtök van, ez pedig egyet jelent, hogy megérkezett hozzánk a mi Gáborunk. A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyez, az ételeinket mérgezik, az állatainkat pusztítják. De egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Génmanipulált élelmiszerekkel áraszt, antibiotikummal szennyez, lejárt savatosságú ételeket cikkéztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázzsal! Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Gábor, hello, jó reggelt! Jó reggelt, szervusztok! Hello, Gábor! De csinos vagy!
Igen, most fogorvoshoz megyek, és ja, ezért... Azt hittem diplomamentő program. De a fogorvoshoz zakóban kell menni? Megtérve? Hát nem, nem kifejezetten, de azt gondolom, hogy ha az ember megy valahol mondjuk orvoshoz, vagy ilyen kis ellenőrzésre, akkor, akkor azért megtisztelem a szakembert. Igen, így, jó. Ez hát, nagyon szimpatikus nekem, kiöltözöl a fogorvoshoz. Hát azért de nem öltöztem annyira ki ez a kis... ing. Ritkán zakó. Megy az ember azért zakóban fogorvoshoz. Mármint ha máshol van utána dolga, akkor igen, de ez nekem nagyon szimpatikus, hogy orvoshoz hát, mész. Szégyeltem azt a kardigánt itt előttetek, a múltkor is szóvá tetted, hogy élek kapott érte. A kardigán? Egy kicsit. De nem nagy a baj, nem van nagy a baj, nyugtass meg, csak egy röpke kis ellenőrzés, nem? Csak ellenőrzés, így van, időnként hasznos ellenőriztetni a fogainkat. Viszel neki valamit ilyenkor ajándékban? Csicsokakrémet, bármit. Nem, jó. Barna köles nem, lisztet, előbb, előbb bármi. Előbb meghallgatjuk az ajánlatot, hogy mit kell csinálni. És akkor... Na és jól vagy egyébként? Minden oké? Igen, köszönöm szépen. Járok futballozni. Ne csináld! Elindult az év, úgyhogy... Milyen poszton játszol? Középpálya, hátvéd. Csatár, kapus, csere. Ami kell. Igen, igen. Időnként előre futok, de az a nehézség, ugye, hogy kontra esetén hátra kell szaladni elég gyorsan. És öreg de fiúk... megfordulhatsz közben, nem kell hátrafele szaladnod. Igen, hát ez ilyen. Hát vannak ilyen műfüves pályák, és elhívott egy kedves barátom, úgyhogy elmentem, és el fogok járni. Heti egy? Heti egy-kettő, lehet, hogy több is lesz, igen. Igen. De most barátkozol a labdával? Én tenni nem tudok, úgyhogy inkább maradt a fotban. De régebben is focisztál? Vagy volt valaki persze, lehívott és kidőlt, hogy tehetséged van hozzá? Én a budapesti Honvédben voltam a bal hátvéd, hát egy ideig, és inkább az ifi csapatban, tehát nem volt semmi profi múltam nincsen, és utána valahogy nem volt szimpatikus az a millió, inkább lelkileg, és ezért azt abba hagytam. És milyen vagy, amikor nagyon küzdesz, meg nagyon hajtasz, meg mondjuk nem lősz gólt, és nagyon mérges vagy, az milyen? Leveted magad a földre, és toporzékolsz? Hogy mit csinálsz? Ez nehezen tudom róla elképzelni. Én nem kiabálok, nem káromkodok, hanem dolgozom a pályán. Nem mondd már, nem volt soha olyan, hogy ott... kicsiparosként dolgozol, nagyon helyes. Ott álltál csípőretet kézést, és köpködtél a fűre, meg megjegszíted a spori anyját. Én megmondom őszintén, ezért is nehezen bírom a futballmeccseket nézni, mert gyakran erről szól az egész, és nem is annyira a fociról, kivéve a külföldi meccseket. És mivel turbosítasz a szünetben? Van valami? Egy kis egészségszeleted, vagy valami nem tudom? Lúgos víz, és időnként egy műzli szelet, igen. Ha, de jó. De sport úgy megnéznélek a kis nadrágodban, a kis lúgos vizes kulacsoddal. Teljesen más arcodat látnak egyébként. Meg a csapattársadnak, hogy ne ugassál, passzolj! Ilyet nem szoktam. Ez már túl durva volt. Látják egyébként, a jó meccseken látja mindenki, hogy hova kell passzolni, hova nem. Tehát aki kéri a labdát, szerintem eleve gyanús. Én személyes véleményem. De szép mondat, aki kéri a labdát gyanús. De szép mondat. Hát, valaki jól játszik, megbízható játszik, stabil, akkor neki passzolnak, a lyukra fut, passzolnak. Hát úgy kell játszani, hogy passzoljanak. És neked passzolnak? Igen, szoktak. Igen. Ez nagy. És ha cserekapus van, azt is vállalod, hogy egy kis pályán mindig lehet cserélni a kapust? Mi legalábbis úgy játszunk, hogy bárki beáll. Nem vagyok jó kapus, nem. Inkább a védelemben. Hát mit tudunk meg még a Gáborról így ennyi után is, nem? A Gábor ellen, ott biztos, hogy törnek a tért kalácsok egy ilyen védővel a csapatban. Szervezzünk valami programot, és akkor elmegy. Gyerekek, hát nekünk már volt futban, beígért futballmeccsünk, és az se jött össze, figyelj Gábor, 600 futóprojektünk van egyébként. Na, mit hoztál nekünk? A probiotikumok kérdéséről beszélgetnénk, vagy gondolkodnánk, ugyanis, hogy az emberi szervezetben sok milliárd élő baktérium él, a tiétekben is, és az enyémben is, remélhetőleg. Ugye születésünk után megindul ez a folyamat, anyateljes táplálással, úgyhogy Balázs, a ti családotokban most új kolóniák alakulnak ki a új kolóniák szervezetében. Az a lényeg, hogy pusztán csak probiotikus készítményt vásárolni, vagy joghurtot fogyasztani, az kevés. Most már szükséges, hogy képbe legyünk, mert annyi készítmény van forgalomban. Tehát, ha a probiotikum szót valaki elejti a patikában vagy a bioboltban, akkor nehogy hasonlítsunk, hogy jaj, akkor az kell nekünk. Nézzük meg, hogy hány darab, mennyi van benne, hányféle kultúra van benne, mert valamiben csak egy vagy kétféle van, valamiben 5-6 féle is van. Ettől függ a hatékonysága. És egészen más a helyzet egy csecsemőnél, egészen más a helyzet egy kisgyermeknél.
egy felnőttnél, egy idős embernél, tehát más típusú kultúrák kellenek, ezért van csecsemők számára készülő termék. Például vannak olyan csecsemő tápszerek, amiben az anyatejben is megtalálható kultúra van. Vannak olyan kisgyermekeknek készülő mondjuk rágótabletták, probiotikus rágótabletták, amiket én évente legalább egyszer vagy kétszer, főleg fertőzések, influenza fertőzések, illetve antibiotikum kezelés után ajánlanék. Hogyha valaki szoptat, tehát van neki teje anyukaként, akkor nem kell plusz. Máshogy egyébként azért baromi nehéz is. Hát úgy, hogy mondjuk tudsz. Apukaként is. Úgy igen, de mondjuk van erre más lehetőség is most már. De hogyha valaki ugye anyatejen táplálja a csecsemőjét, akkor kell neki még ilyen plusz probiotikum, vagy az mindent visz? Nem, az első 6 hónapig ugye anyatejes táplálás van előírva, javasolva, ahol valamilyen oknál fogva nincs, vagy nincs lehetőség anyatejes táplálásra, ott jönnek be azok az új készítmények. A régi időkben egyébként nem voltak ilyen készítmények, most már vannak, és ugye az a tápszer, most rossz szóval élve, az az élelmiszer vagy tápszer, amiben van valamilyen hasznos anyatej kultúra, azok kifejezetten előnyösek. Én bevihetem ezeket a szükséges probiotikumokat anyatejjel a szervezetemben? Tudtam, hogy ez a kérdés. Lopok neked a hűtőből. Holnapra itt van egy adag. Én kóstoltam annak idején, semmi gondom nem volt az ízével. Ha én ezzel most neked örömet tudok holnapra szerezni, akkor egy kávéra vendégem vagy. De miért roncsuk el az ízét a kávéra? Be vagyunk most árazva, van elég, úgyhogy én nem sajnálom tőle. Egy jó fehérje turmixot csinálnék belőle, mert ugye Kábor múltkor hozta és ajánlotta, és nagyon bejött ez a rizsfehérje, ez a 80%-os. És abból. Nem vagyok te íri. A tejetekből. És Viki se te íri, csinálj. Ha kérsz, holnapra itt van egy kicsi, hozzak? Lehet, hogy hétfőn úgy jönnék ide, mint egy hal, tudod. Megkóstolod? Kíváncsi vagyok. Én már kóstoltam egyébként, elég érdekes íze van. Semmihez nem hasonlítható. Akarunk egy következő címlapot? Hát de nincs semmi. Hát szerintem egyébként minden férfi megkóstolja. Hát egyébként igen. Nem? Igen. Szerintem igen. Más, tehát arról van szó, hogy a Viki tejét fogja inni. Tejtestvérek leszünk. Nagyon jó, nem rossz. Tényleg, tejtestvérek leszünk, mert én már kóstoltam a Vikét. Ha én megkóstolom, és te is megkóstolod, akkor mi tejtestvérek. Nőni a fejem, tudod kiszökülni. Lenne egy anyajed a bal kezeden, tudod. Úristen, ez melanoma. Nem, ez egy anyaj, és semmi gond nincs ebben. Ha megondolod magad, délután üzenj, jó? Jó. A vendégem vagy egy körre. Az a helyzet, hogy személy szerint hogy az anyatej inkább a babának jó, mivel az anya szervezete pont olyan tejet termel, ami a saját ugye, méhében fejlődő gyermeknek a legoptimálisabb. Nem biztos, hogy neked minden szempontból előnyös lenne. Gábor a maga módján próbál erről lebeszélni. Igen. A maga nagyon intelligens, nagyon tisztességes módján mondta, előnyös, hogy Jani, ne. Hasznos, csak nem specifikusan neked készült, így fogalmazom. És neked inkább egy felnőttek számára készült, úgy nevezzük, hogy probiotikus készítményt ajánlanék. Ezek egyébként fagyasztva szárított baktériumok, ilyen kis kapszulában, és ahogy elfogyasztod, nedvesség hatására több milliárd élő baktérium lesz belőle, és azok a vastagbélben elszaporodnak. Itt szeretném hozzátenni, ha valaki sima élő flórás joghurtot fogyaszt, tehát nem probiotikus, ez két külön fogalom, az élőforrás joghurtokban lévő élő kultúra a gyomorban elpusztul, ezért drágábbak, magasabb árfekvésűek a probiotikus joghurtok. Ez nem önmagában üzleti fogás, hanem egyszerűen drágább, értékesebb készítmény. Az a különbség az élő flóra és a probiotikus flóra között, hogy az élő az a gyomorig jut, gyomorsav elpusztítja, sima joghurt, a probiotikus joghurt, illetve készítmények pedig tovább jutnak, mert nem halnak meg a gyomorban, és elszaporodnak a vastagbélben. Ez utóbbi a kifejezetten az immunerősítők. Na most pont ezt megcáfolva egyébként, már nem téged, csak nyilván ezt a prebiotikus, probiotikus kultúrkört, ami állítólag ugyanolyan nagy biznisz, mint maga a gyógyszerkészítés, meg a vitaminkészítés. Olvastam egy cikket, hogy végeztek valós Svédországban, majd Norvégiában antibiotikum kezelt embereken ilyen probiotikus kísérletet, és megnézték, hogy azok, akik antibiotikum kezelés után szedték, és akik nem szedték, van-e bármiféle változás az ő gyomrukban. És a cikk például azt hoztam, most nem tudom, hogy őket kipénzeli, vagy miért ezt hozták le, hogy nem lehetett egyértelmű különbséget mutatni egy antibiotikumot szedett ember bélflórája között, és azon bélflóra között, akik egyébként prebiotikummal, probiotikummal turbosítottak antibiotikum kezelés után, és a cikk arról szólt, hogy ez sokkal inkább biznisz, mint hogy valójában segítség a gyomornak. Ebben lehet valami, hogy... Szerintem ez inkább maga a cikket kezelném úgy, hogy lehet, hogy az valami ellen akar beszélni. Az is lehet, ezért kérdezem. Egyértelműen tudjuk, hogy a probiotikus készítmények milyen komolyan képesek segíteni az asztma, gyermekkori asztma ellen megelőzésében, a pollenérzékenység megelőzésében, az ekcéma, gyermekkori, felnőttkori ekcéma kialakulásában, a bélgyulladások, bélfekélyek kialakulásában,
sőt, a csontvédelemben is tudnak segíteni idősebb korban. Tehát rengeteg szakmai eredmény van, viszont az a kérdés, hogy melyik kultúrával végezték a kutatást, mert kb. Van 400 vagy 500 kultúra. Ezek közül tudok mondani olyat, amelyik 90%-os pontossága javítani fog, és olyat is, ami nem. Tehát csak olyan kultúrát használjunk, ami szakmailag igazolt. Olyat is lehet hallani, hogy van amiben, amit adnak, és nagyon híres, és nagyon nagy kampány mögöttve, hogy már nem élő az a kultúra, és megiszod, és egyébként semmit nem ér, és van olyan, ami még drágább, porformájában van, abban viszont élő kultúra van, és azért valamit. Itt is lehet különbséget tenni, hogy... Igen, igen, igen. Ugye a gyümölcsjoghurtokkal azért vigyázunk, mert ott esetleg egy pasztőrözés révén kisebb a mennyisége. Ráadásul a joghurtokban állás közben csökkenhet a kultúra mennyisége, bár a cégek szavatolják, hogy a fogyasztás pillanatában benne van az a mennyiség, amennyire szükség van. Tehát a hőkezelés az árt neki. Hogyne, igen, 60 fok fölött elhúztam. Akkor nem anyateljes máhiától lesz, hanem csak egy egyszerű teljes kőhő. Nem hőkezeltük, nem baj? Nem, még hűtőben van. Jobban hűtő az árt tejhabnak, mert azt jobban szeretem. De a hűtő nem árt neki, hallod? Még mindig a vendégem vagy. Még mikróban nem tettem. Egy feles pohár, egy satot nyomsz, egy ilyen anyatej sat. Na? Nem, és akkor nincs hőkezelés. Nem vagyok iri. Én gyári dobozból ittam, de azért arra nem hívnálak meg, de... Gyári csomagolás. Igen, de hogy abban azért nem lennék benne, de a csomagolásból át tudunk önni. Nagyon jó. Nekem nagyon tetszik egyébként. Amit még szeretnék esetleg hozzátenni, az... Abban nyitani lehet, mert akkor csinálnék belőle egy jó joghurtortát. Többféle módon kóstoltam, vannak variációk, igen. Mézzel egy pici zabbal, nagyon finom. Nagyon jó. Egyébként nagyon lehet finom. És hogy hívják a idény egy jellegű gyümölcsel. Aha. Kábor, ja, fogva a füled, Gábor. Mondjad, mit akartál mondani? Tehát az étrend a táplálkozásunk befolyásolja a bélrendszerben élő kultúrák összetételét. Úgy képzeljétek el, hogy van sokféle kultúra, és ezek folyamatosan harcolnak a bélben, ez egy állandó élet-halál harc, és mindig vágyva várják, hogy mit fogunk reggelizni, mit fogunk ebédelni és vacsorázni, mert ettől függ az ő jövőjük. Hogyha mi olyan ételeket fogyasztunk, amelyek mondjuk füstölt ételek, most óvatosan mondom, itt felinne nézek, vagy olyan ételek, amelyek bizonyos kolóniákat pusztítanak, akkor megváltozik néhány nap után az összetétel. Mondjuk a zab, az alma, a banán, a dió, vagy a lencse, az ilyen típusú élelmiszerek a hasznos laktobacilluszokat és bifidobaktériumokat táplálják. És képzeljétek el, hogy vannak kétarcú bélbaktériumok, és ez a lényeg, az egyik lényeges elem, hogy bizonyos bélbaktériumok attól függően vadulnak meg, vagy válnak szelíté, hogy mit eszünk. Vannak olyan kultúrák, amelyek akár esik, akár fúj, mindig jól viselkednek. Ha nem tetszik az, amit a bélben látnak, akkor elpusztulnak. Van olyan, ami kétarcú, ilyen az eseréki, a kóli, ami egy húsos, sajtos, alapvetően állati fehérjében gazdag étrend hatására elvadul, és részt vehet karcinogénrákkeltő folyamatokban. Viszont egy növény, egy zöldséges, egy sárgarépás, egy lencsés étrendben, egy dió zabos étrendben megszelídül, és pozitív, tehát vitamintermelővé válik. A kis rohadék, nézd meg, beépül, és aztán dönt, hogy merre megy, mi? Mekkora szemét. Amit azt meg ilyen. Nem egy tiszta helyzet azért ez, igen. Tehát a füstölés nem használ neki. Hát például vannak olyan technológiák... Na, mert csak azért kérdezem, mert ha esetleg annyi házi tejet kapnék a Balázséktól, hogy tudjakoton csinálni egy kis sajtot belőle, akkor semmiképpen ne füstöljem. Engedd meg, hogy hazamenjek, felmérjem a készleteket, tehát és utána rá csörögek. Jó, persze, csak hát ennyi időt adj nekem. Igen, már kicsit belelovaltam magam. Igen, igen. Tehát általában azt mondják, hogy a magyaros étrendi szokások, az erős fűszeres, borsos étrend, a húsos, sajtos étkezés, az állandó keményítő fogyasztás, ez a fehér rizs, ez a fehérlisztes cukros étrend kifejezetten kedvez a rossz flórának, illetve a kétarcúak elvadulásának. A jó flóra pedig szép csendben eltávozik, elpusztul, eltávozik. Magyarországon úgy hírlik, hogy 100 baktériumból 5-10 maximum jó, és 90-95, ami rossz. Most mit tegyen az, akinek például nincs pénze arra, vagy mondjuk a gyerek antibiotikum kúra után van, de nem tudja megvenni ezeket a kis pre- és probiotikumokat patikában, ami egyébként tényleg horror árban van, és ott is van silányabb minőség, jobb minőség, a jobb minőség az több ezer forint. Tehát tényleg nem olcsó, ezt nyilván nem tudja mindenki megvenni. Tehát a joghurtokon kívül mi az, ami előállítja azt, hogy adok egy kanállal a gyereknek, mondjuk vacsoránál, vagy reggelinél, és tudom, hogy mondjuk a kis pocakjában ez elkezd magától termelődni. Van ilyen élelmiszer? Csak a probiotikus termékek. Csak a probiotikus termékek. Hogyha nem akarunk venni a patikában, vagy a valamilyen
ilyen készítményt. Ezek valóban 3-4 ezer forint körüliek, bár nem mindig csak havi adagot lehet venni, hanem olyan készítményben. Gyűjtőcsomagolásban is vannak heti. Azért. Igen, de most ezt mondom, most mert eddig csak 5 éve elköltem a mókász, nem, de hogy azért ezek gyűjtőcsomagolásban is vannak, tehát nem csak úgy, hogy egy-egy adagok, hanem igen. Azért olcsóban is lehet vásárolni, mint ez a 2-3 ezer forint. Az a helyzet, hogy nem kerülhetjük el, mert mondanám azt, hogy ígyunk cikória kávét, meg fogyasszunk csicsókát, meg ilyesmit. Ezek prebiotikusok, de már meglévő kolóniát szaporítanak. Hogyha antibiotikum kezelés után kipusztult valamelyik kultúra, akkor a semmiből nem tud létrejönni az élelmiszerek hatására, muszáj bevinni valahogy. És ilyenkor azt kell mondjam, hogy valahogy meg kell legalább egyszer el kéne szaporítani, ez általában egy 30 napos kúra. Utána már ő ehet, nem tudom, zabot, ihat cikória kávét, ehet banánt, és azt szépen szaporítani fogja. Hagymafélék is szaporítják egyébként, a mandula is szaporítja a jó flórát, de a semmiből azok nem jönnek létre. Uh-huh. Vagy a probiotikus termékek. Vagy ha nem élőforrás, hanem probiotikus, akkor igen. De hozzáteszem, hogy egy-egy készítmény, liofilezett, fagyasztva szállított probiotikus készítmény, az sokkal hatékonyabb. Kefire közül melyiket ajánlanád? Már ugye, nyilván nem márkára vagyok alapvetően kíváncsi, de ugye sokféle fajta kefirt lehet kapni. A kefir nem alkalmas arra, hogy elhalt flórát visszatelepítsen főszabályként, ja, mert az is elpusztul, a kefir gombája is elpusztul a gyomorsav hatására. Viszont emésztés, tehát nagyon valaki félreértsen, a kefir és a joghurt alkalmas arra az illóforrás joghurt, hogy az emésztést javítsa. Mindenképp javítja az emésztést, de nem hoz létre élő kultúrát a vastagbélben. És akkor mi hoz létre? Csak a probiotikus. Most nyilván nem mondhatok, nem most akarok már korábbat mondani. Is rá van, de ha ilyet olvastok a címkén, hogy probiotikus kultúra van benne, nem élő flóra, akkor ezzel mindig azt érti a szakma, hogy vastagbélbe eljutó és ott elszaporodó kultúra. Ez a különbség a pro és a prebiotikum között alapvetően? Hogy az egyik eljut, a másik nem? Vagy az egyik szaporítja, a másik nem? A probiotikum és az élő flóra között. A prebiotikum egybetű a különbség, a prebiotikum pedig élelmiszer, olyan hatóanyag, például az inulin, vagy egyéb olyan hatóanyagok, amelyek képesek csak a jó flórát táplálni. A kóli, a gombák nem esznek inulint, nem fogyasztanak igazán prebiotikumot, de a hasznos flóra viszont fogyasztja, ezért csak ők szaporodnak szelektíven. De bonyolult ez. Bonyolult, gyerekek! De hát ők bennünk élnek, és mondhatnánk, hogy az immunrendszerünknek a 60-70%-át befolyásolják. Tehát az életünk folyamán az, hogy mennyire leszünk influenzások, az influenza ellen is valamennyire képes védeni a jó bélflóra. Tehát én azt mondom, hogy erre lehet és kell költeni időnként évente egy-két probiotikus kúra otthon a családnak. Igen hasznos. Alutej, kérdezi valaki. Jó. Élőflórás, nem probiotikus. Esetleg megtehetjük azt, hogy valaki, ha nagyon akar hosszú távon ilyet csinálni, akkor beruház joghurt készítőgépre. Azért mondom ezt, mert már lehet kapni sok helyen, és nem olyan vészes az ára. 41-42 fokon készül a joghurt, tehát ehhez temperálásra van szükség, míg a kefir, az alutej szobahőfokon készül, tehát két külön világról van szó. Aki joghurtot szeretne készíteni, az vesz az üzletben probiotikus joghurtot, és beoltja otthon a házi tejet, felforralt, pasztőrözött házi tejet kihűlt, beoltja, és berakja a joghurt készítő gépbe, otthon házi probiotikus joghurtja lesz. Vagy otthon aludt tejet készít, attól azt lehet várni, hogy javul az emésztés, de ne várjunk ennél többet tőle, tehát nem helyettesíti a probiotikus kezelést, kúrát, egy aludtej kúra, csak az emésztést javítja. Mm-hmm. Nem egyszerű. Gyerekek, nem egyszerű. Az ember legyen a talpának ebből kilában. Igen, szóval, hogy antibiotikum kúra után ilyen egyébként ezt szaporít, az megeszi, az átfordul, az hátba támad, az hasonló. Nem egy egyszerű. És hallgatom így a Gábort, és tényleg azon gondolkodom, hogy az anyatej, ez van annyira zsíros, hogyha mondjuk ráküldök egy habpatront, akkor mondjuk egy meggyes trüffelre tudok tolni egy kis turbó. Annyi időt, hogy megnézem a készleteket. Holnap az összes kérdésre. Az a baj, hogy megint előre szaladtál, nem tudjuk a készlet erejét. Nem véletem, mert az összeset éhez szálljak elő. Először hagyd, hogy otthon megtegyem a kötelességem, és ha marad, jut is marad is, akkor holnap jó. Egy jóféle. Mert hogy ezt nem kellene cukrozni, azt a habot. Tehát, hogy én ma este mindent megteszek, hogy legyen. Meg miért? Szépek a gyerekeid. Feleséget csúnya. Nagy gondom, nem lehet belőle, nem? Hát... Nem, kicsit visszajön a vitalitásod még jobban. Egyébként nem. Én megkóstoltam aznap este, nem aludtam. Uh-huh. Tehát tök élénk lettem tőle egyébként. Mondjuk lehet, hogy ilyen mellékhatásként elkezdek majd újra fakockákkal játszani. Kérsz egy cumit a szádba, és gügyögni fogsz. Igen. De kóstoltad meg, Gábor? Annak idején, igen, édeskés íze van, igen. Mi fagyasztottunk is le, mert elég sok volt, és akkor vettük ki a fagyasztóból, és úgy használtuk, igen.
Meg jégkrémnek? Meg esetleg, Balázs, szóba kerülhet az is, hogy a nagyobbik fiad... Vagy nekünk is hozom egy másfél-két litert, ha esetleg. Nagyobbik fiad, Beni, hogy fog reagálni erre a helyzetre? Nem tudom, ez volt-e már téma. Már, hogyha megkóstolom az anyatejet? Nem, hogyha ugye a családban... Hogyha osztozkodni kell a csecseken? Aki, akkor nagyobbik is rákíván, és ilyenkor ő vele is lehet ezt a folyamatot serkenteni. Tehát, hogy hát ez szakmai kérdés. Igen, és nem is rossz egyébként az ő szervezetének sem. Nyilván ez egy kicsit meg... Fú, most láttam valami dermesztő cikket, már mire gondolsz, hogy ő is így még anya tejet? Most láttam, hogy angol nő talán 8 és 9 évesek voltak a gyerekei, és még mindig szoptatta őket, és volt róla a fotó. Képzeld, hogy volt róla a fotó, és dermed váltam, és azt mondta, hogy ebben semmi természetes nincs, és ez a természet, de hogy valahogy mégis annyira életidegen volt, 8 és egy 10 éves kamasz így lógott a nőnek a két mellén, de hát közben hátitáska minden, és ott azt mondják, hogy ha még felkéreckedik rájuk, ő felengedi őket, tudod, de hogy dermesztő volt. Jó, ez egy szélsőség lehet, de mondjuk de arra gondolsz, hogy a Beni, 3 éves, 4 éves korban is, ugye a régi időkben azért nem volt ez ritka. Uh-huh. Úgy tudom, hogyha több gyerek volt a családban. Az anyukának sem rossz, úgy tudom, bár ez orvosi kérdés, hogy ugye nehogy a mirigyekbe gyulladjanak, vagy ugye a tejet ki kell utána fejni, vagy valamilyen módon is. Erre nagyobbik gyermek ott van, hogy akkor ő, ha úgy alakul. Egyébként pszichikailag is azt mondják, hogy segít. De hogy 5 éves is mondjam azt, hogy most akkor végzett a Noel, most akkor te jössz? 5? 6 lesz november, 6 lesz októberben. Az már picit meleg, nem? Benikém, na, Roventa üzembot. De az hát picit fura, lehet, hogy régen volt. Igen, de hogy igen, az már nem. Igazából ez csak az érdekességedért mondtam, vagy tettem hozzá, hogy a családban ilyenkor egy picit megváltoznak az állapotok, és a nagyobb gyermeknél esetleg kialakulhat egy olyan hiányérzet, hogy velem nem foglalkoznak annyira. Nemrég hallottam. És szerinted mennyire járható az az út, Gábor, hogyha esetleg a nagyobbik gyerek nem ér rá Balázséknál, mert pont óvodában vagyok, akkor én betotyogjak oda egy kezese lábasba, és akkor azt mondja, dá, pá, pá, tá, tá, cici. Figyelj, azt hiszem, talán pont délben megy a Viki vásárolni. Gyere át, befektetlek az ágyba. Hát, én nem veszi észre. Adok rád egy járókat, egy kis szakállatot kablat, ezek egy cumit a szádba. Kiemel, nem veszi észre, és merretez. Olyan nehéz ez a gyerek, Balázs. Egy hónapos a kutya fáját, milyen jó izomzatom. Kicsit a borostája szúrja a cicimbe. Én addig elrejtem a Noelt valahol, jó, egy másik szobában. Figyelj, hát jó. Nézzük meg, hát mindent ki lehet. Én ezt azért határesetnek érzem. Én is azt gondolom, hogy igen, határeset. Na jó, hát nem egyszerű ez a pre- és probiotikum témakör, de talán sikerült itt egy-két tévhitet eloszlatni. Mit reggeliztél, drága Gábor? Mit tettél? Én most készítettem kedves barátommal okos kenyereket, hoztam nektek is belőle mintát. Ezzel különböző makörleményekkel és rostokkal készülnek. Ennyit terveztetek, vagy pedig egy picit túllőttétek a mennyiséget, mert 6 darab kenyér van ki. 6 kilós meglé. Mindenkinek hoztam, aki szeretne hazavinni, akár a szerkesztőségben is. És most ilyen reggelim volt, tehát szezámkrémmel, olívás szezámkrémmel kentem meg, úgyhogy most sós reggelim volt, ha iszidek, ha nem. Ez ritka nálad, általában nassolni szoktál. És savanyúkáposztával fogyasztottam. Ez most egy ilyen nap. Hát ez sem vagy csak fogorvos. De nem elhet az ember édességet, igen. Visszatérve gyorsan még egy kérdés, az otthoni gombával készült kefírt kérdezik, hogy aznak van bármiféle előnyere, vagy az is csupán csak emésztés segít? Terjednek közkézen ilyen gombák, hogy adják egymásnak is üvegcsébe, és akkor hozzá kell adni ezt a cukrot, egyebeket. Vigyázzunk azért ezzel, alkoholtermelő kultúrákról van szó, ami azt jelenti, hogy a kefírgombák szinte mindig egy néhány tized vagy néhány százalék alkoholt képesek termelni. Tehát nagy étkezések után ilyen kis házi gombából készült házi aludtej vagy kefír fogyasztásával mérhető mennyiségű erjedési termék, fermentum, vagyis alkohol, különböző savak képződnek. Nem mindenki szereti ezt, mindenkinek a gyomra, és nem mindenkinek a mája szereti ezt. Volt már olyan eset, hogy valaki nagyon nagy evések után kefírt, illetve ilyen típusú gombákat fogyasztott, és a májértékei megzavarodtak. Ezzel vigyázzunk. Szóváltás majd később is lett az ügyből, mert mindenki behúgott. Hozzáteszem, a joghurt nem alkoholtermelő, de a kefír és az aludtej és az ilyen típusú gombák, ezek széndioxidot, ugye ettől egy kicsit csípős, kellemes frissítő íze lesz, vagy aromája, és alkoholt is termelnek. Ezzel számoljunk, akár azok is, akik vezetnek autót, mert lehet, hogy mérhető mennyiség lesz. Csak két doboz kefír, te biztos úr. Csak két doboz kaukázus, ne haragudjon, ne menjen videóvonalon, igen. Jól van, Gábor, hát köszönjük szépen, hogy itt voltál, egy hét múlva folytatjuk. 8:30 múlt, pontosan 4 perccel jövünk, Ákos hírei után. 3:49 van egészen pontosan, szép reggelt kívánunk mindenkinek.
Elment, ami drága Gábor úr, hagyott maga után egy kis hiányérzet. Igen, nem? Meg kell csináltatni a fogait, mert valószínűleg volt egy nagyon komoly ütközése most a legutóbbi meccsen, és akkor megsérülheted. Megvan, hogy nagyon spurzik a labda után, és nagyon hajt. Összeszorított fogak. Annyira meglepett ez a dolog, hogy ő futballozik egyébként. Ütközik, és elnézést kér. Igen. De hogy úgy megy, vetődik, rohan. Kicsit durva voltam. Én nagyon kedvelem, hogy ő futballozik. Más gondoltam volna, hogy nem tudom, mit csinál. Már akkor is meglepettem, amikor mondta, hogy súlyemelő, vagy súlylökő volt. Teljesen súlyemelő volt, igen. De most futballozik. Igen, mert a futkározás azt is mondta, hogy futott, az úgy megvan, hogy az szépen az erdőben megy egy kör, de ez test elleni küzdelem, kis csel, passz. Igen, jó. M0-as van, dugó van a 18-as kilométertől az M1-es irányába, ez Kocsó küldte nekünk, valamint az M0-as Győr felé vezető oldalán a Szigetszentmiklósi lehajtónál van a sor vége, Pakkos Tomi üzente, úgyhogy ott is mindenki próbáljon kerülni. Nagykovácsiban súlyos személyisérüléses baleset az amerikai iskola és a 13-as kilométer kő között, polgárőrök mentő a helyszínen, rendőrök most villogtak kifelé Adiligetnél, félpályás útzárban, ráadásul váltakozva eresztik a forgalmat, úgyhogy ott is dugóra lehet számítani. Nagy Tétényi hatosút M0-as Szigetszentmiklóstól, igen, több autó ütközött, és a hatosúti lehajtónál csak egy sáv járható, ezt többen kérdezték, ez a dugó oka, valamint a Gyömrői úton kifelé rendőrök állnak lesben, a szokott helyen Fantomas küldte nekünk. Köszönjük szépen! Ha minden igaz, gyerekek, 9 óra után ittam ez! Bizonyára. Ugye üzent a vezérigazgatónk, hogy kiveszi a széfből. Így van. Kinyitják fegyveres őrök kíséretében, pedig behozzák a mesztekünk. Már behozták volna, csak nem írt ide még a közjegyző, és nélkül pedig nem lehet kinyitni a lepecsételt páncélszekrényt. Így van, úgyhogy ha a közjegyző megérkezik és kinyitottuk, akkor 9 óra után tudunk egy pillantást vetni az aláírt Real Madridos Cristiano Ronaldo mezre. Ugye, friss aranylabdás Ronaldónk ezt aláírta, és ezt ki is sorsoljuk. Ugye ígértük, hogy előre szólunk, valószínűleg, ha tényleg itt van a mezz a kezünkben, akkor holnap tudjuk ezt már sorsolni, ne várjunk tovább. Na, mindenképpen megmutatjuk, mert hogy ha esetleg a közjegyző nem érné ide, akkor mondta Árpi, hogy akkor viszont elhúzzák a faltól, mert nincs a hátoldala a páncélszekrénynek, és egyszerűen úgy veszik. Nagyon vicces hírt olvastam ma Ronaldo kisfiáról. Hogy a kedvencem. Hát igen, ez nagyon megy. Azért ez pikáns, nem? Apa, tudod, kit szeretek? Mondjad kicsit. A Messit. Azt hiszem, hogy le is jattoltak a diátadó gálán. Tehát, hogy ő elvitte ugye a gyereket, és a gyerek mondta, hogy apa, nagyon jó, hogy megnyerted, persze, de hogy neki Messi a kedvenc. Igen, és van egy fotó, ahol a Ronaldo gyereke jattol a Messivel, hogy azért szeretjük apád, de te vagy a kedvenc. Amikor bemegy a gyerek szobába, tudod, minden alkalommal ő körbeszorul, mind a 20 ujja, tudod, így meglátja a Messi plakátokat a gyereknek a falán, azért az mennyire kellemetlen lehet. Mondjuk ilyen nyilván nem egyértelmű az analógia, mert hogy ő neked nem konkurenciád, de mi lenne, és erre azért valljuk be, van esély, hogy ha a Benny mondjuk Berecki képekkel tapétáz neki a szobát. Miért? CD, hát nem állhat szól a játékkészítő CD a kocsiban, mert hogy kaptunk egyet ajánlóba szól, és a Hüvelyk Matyi rész gyerekek tovább. Kicsit rám markolsz a kormányra. Úgysegatjuk, legyen már vége. És a gyerek kedveli? Hogyha kirakna egy Berecki posztert? Hát... És a gyerek mindig tolerálnám furcsa, a gyerekem, tehát nem mondanám, hogy vedd le, csak amikor éjszaka nem látja, akkor még elbontanám. És az intézetben visszatehetné a farra. És aztán majd az óvodában, majd ha nagy leszel és elköltözöl, és nem az én kenyeremet eszed, mondanám. Igen, az egy érdekes dolog. És ezt nem csodálja, vagy nem csodálja, hogy az a Benni, hogy amikor szól a Hüvelyk Matyja az autóban, mindig olyankor szokta lingerülté válni. Menjél már, bazd meg! Apa, ne legyél ideges. Nem a bácsi a hibás. Hadd halkítsam. Ne, apa, ne nyújj hozzá. Ez mekkora, hogy pont őt, nem? Szóval, hogy ez annyira tipikus. Ezt a sors, ezt neked szállt, igen, ezt a fricskát. Ennek így kellett lennie. Vagy tévedsz. És? Tévedsz, és tényleg ő az, aminek a gyerek látja. Ő az valójában. Hogy ő látja jónak? Ő az a szimpatikus, nagyon tehetséges, aranyos, nagyon őszinte, ez nagyon kedves lehet. Ember. Nem. Ellen, nem reagálok, nem fogsz előlem kihúzni semmit, én már nem kerülök újságcímlapra, de úgy beszól, nem mondok semmit. Egy büdös szó, tökéletesen igaz. Megbeszéltük negyed évente egy. Az már megvolt. Igen, nincs több. Idén már nincs több címlap márciusig. 3:49 múlt, pontosan 4 perccel. Hármasugrást játszunk, már is egy hallgatónkkal. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok, Szia. Ülés vagyok.
Hello! Milyen lendületes vagy így kell. Hello! Így kell ezt csinálni, igen. Merre vagy? Dabason vagyok, Dabason egy irodában. Dabason egy irodában, mit dolgozol? Földmérő vagyok. Irodában méritek a földet? Hát figyelj, kell rajzolni is, nem csak mérni. Ja, viszont, ez igaz. Mint egy ellenállhatatlan vágyat érzek mindig, amikor így látok embereket, akikről először azt gondolom, hogy trafipax és nagyon lassítok. Megnyugodva tapasztalom, hogy nem, hogy mit néznek, hogy egyszer belenézhessek, és egyszer valaki egyértelműen elmagyarázza, hogy áll két kétségbe esett ember, és néz egy ilyen kis... Az egyik messzire egy ilyen rúddal. Hogy ezt egyszer nekem valaki érthetően elmondja, hogy ők mit csinálnak, én úgy szeretném ezt tudni. Láttok ilyet is, tudjátok, hogy ők mit csinálnak? Pontosan, nyilván mérnek valamit, meg szinteznek, meg nem tudom, de mindig arra gondolok, hogy... Ennek az én apósom ugye ezzel foglalkozik, ő építész, és ilyen beméréseket is csinál, és egyszer belekezdett, mondom, Lackó, adjuk. Ez a tiéd. Istenem ad, hogy ne trafipax legyen. Igen. Mit csináltok pontosan? Ilyenkor. Ilyenkor? Hát most épít egy kis kávézás közepette. Már arra gondolok, amikor belenéztek ebbe a kis műszerbe. Micsoda, ja, hogy akkor? Hát... Fogalmam sincs nekem. Én a lécet tartom. De tényleg, ha egy mondatban el lehetne mondani, akkor ilyenkor mi történik? Én rakparton látom egy csomószor, hogy így méricskélek valamit. Igen. Hát kétféle mérés van, ugye a mérőállomásra való mérés, ugye amikor belenézünk, és ugye egy távcsőbe ugye látjuk a társunkat, hogy fogja a prizmát, és a visszaverődő jelből kapunk ugye koordinátákat. Meg van egy másik fajta mérés, amikor látok egy ilyen kezünkbe egy botot, és a tetén egy antenna, ez meg egy ilyen GPS-levő egység, ami a mozgás közben is tudok mérni pontokat. Aha, tehát akkor a mérőállomáson keresztül való mérés az azt jelenti, hogy gyakorlatilag az egy távcső belenézel, hogy mit integet a társad, mert túl messzire ment. Én meg hülye évek óta gondolkozom rajta, hogy mit mérnek, és közben ennyire egyszer. Egy állványos távcső. Hát elváltad az összes, mint olyan a prizmát, ugye az épület sarokpontjaihoz, és akkor utána nekem a számítógépen van egy ilyen rajzoló programom, megjelenek ezek a pontok, összekötöm, és akkor megjelenik ugye az alakzat. Aha. Hát beljebb vagyunk. Érdekes, a középiskola vagy középiskola után az összes egyébként természetesen érettségizett olyan haverom, aki széttúrázta, szétmászta, szétsportolta és szétbulizta magát, az mind a geodétáknál dolgozott és tartotta ezt a lécet. A legjobb meló, ha belegondolsz, de ugye, volt a meló. A mérőtáborokról lehetne mesélni, csak azért. Műsorban. Az dolgok vannak ilyen mérőtáborok? Ajaj. De inkább pasik vannak, nem? Vagy jönnek csajok is? Hát minimális, igen. A lécet tartani, érted? Tehát a mérőtáborban nekünk volt egy csaj, gondolj bele, hát ott voltunk, te csiszen hatan fiúk. Az úgy vicces volt, igen. Az úgy érdekes, igen. Milyenek a kérdések, Jani? Hát, el fogja vinni. Ez a vitalitás, ez mindent legyőz ma reggel. Úgy igen, illés visz mindent? Illés vinni fog mindent. Na, tudod. Mehetünk? Mehetünk, igen. Így szól az első kérdés, Klassz FM Morning Show-s nyakbalkasztója. Ki az a magyar ökölvívó, aki a legtöbb olimpiai aranyérmet nyerte pályafutása során? Ne kapkodj. Talán. Pap László. Egészen biztosan. Világ viszonylatban is egyébként az ő három olimpiai aranyérme, az nagyon-nagyon megsüvegelendő. Talán Stevenson és Félix Szabon volt, aki ugyanennyit nyert. Menjünk tovább? Menjünk tovább, igen. Vagyunk. Nagyon szép sapkánk, sálunk. Így szól a második kérdés. Mi a fostos bugybokának is nevezett madár közismert neve? Ajaj, de jó. Még egyszer, milyen madár? Fostos bugybóka. Fostos bugybóka? Hát, rigófajta lehet? Nagyon sokat beszéltünk róla. Nem mondod, nem tudod. Az év madara lett, és három adáson keresztül beszéltünk a fostos bugybókáról. Ő lett ugye a 2014-es év madara. Hogy ez milyen? Ubolybanka! Az nagyon jó vagy, így van. Így van. Így van, nagyon jó. Na, mi legyen a harmadik kérdéssel? Óra, Morning Show óra. A tét. Én lehet, hogy most megállok. Francokat, jó vagy. Megállnál? Jó, oké, akkor... Hányan vagytok? Hát most így hárman, meg most beérkeztek még egy ember, négyen vagyunk most már. Már ketten telefonon, már öten vagyunk. Úristen, hát akkor simán meg tudjátok csinálni. Várjál, te telefonodon küldik az SMS-eket, vagy hívás várakoztatva ott vannak? Nem, vagy nem, itt a csajok, ugye, itt nagy buzgóan, ugye fogják a telefont, és az ismerősök hívják őket. Ja, értem, tehát akkor vagytok hárman, ott még, és azon kívül még a telefonon az ismerős. Hát meg most nézem most már Facebookon is, úgyhogy most már körülbelül a fél város. Hát óriás. Igen, nagyon. Az nagyon jó. Arra leszek kíváncsi, hogy mi van most, ha eltérő válaszok jönnek, akkor ki meri bemondani, hogy melyik. Hát ha ennyien vagytok, akkor meg kell próbálni. Fognak zavarni, várjál. Hát ez az. Próbáljuk meg, jó?
Jó, próbáljuk meg egyetlen. Így szól a harmadik kérdés Morning Show-s óráért. Mi volt Magyarország hivatalos fizető eszköze a pengő bevezetése előtt? A pengő előtt? Már megy a kérdés. A pengő előtt. Na. Talán mind a király tetején szokott lenni, ugye, a fejükön. Jól gondolod nem? Meg, biztos? Ah. Nem biztos, jól gondolod. Igen, a korona? Így van, a magyar korona. Igen. Nagyon jó vagy, Illés, illetve pontosabban jók vagytok. Igen. Jók vagytok. Ez most nem tőlem jött, ugyan, de igen. Azt hallottuk, de ez persze egyébként nem baj. Ki volt a leányzó, aki bemondta? Hölgy. Adrián volt. Adrián nagyon jó. Ő volt az egyetlen lány a mérőtáborban? Adrián, akarsz róla mesélni? Igen. Add ide Adrián, hagyd beszéljünk vele egy mondatot, igen. Jó, adó. De én csak ültem, nem pusztíjuk Adrián, csak szórakozunk. Jól van, Illés, gratulálunk nektek, jó munkát! Jó. Oké, köszi. Küldjük nektek az ajándékcsomagot, megérdemlitek. Jó? Rendben, köszi. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na, baleset az M0-áson az M7-es irányában, a mentő még csak most ment, a Csepeli kiáratnál már áll a sor, ezt Mónika küldte nekünk. Mónika, köszönjük szépen. Mi pedig folytatjuk majd a hírek után méghozzá, ugye azzal a történettel, mert pont a hármasugrásba futottunk bele tegnap, és telefonált nekünk Erzsi, aki nagyon helyes volt, mert igazából el se akarta mondani azt, hogy micsoda dráma érte az ő családját, és mi történt velük néhány héttel ezelőtt, és Feri, mint ha ráérzett volna valamire, megkérdezte Erzsit, hogy olyan szomorkás a hangod, ugye? Nem fette föl, hogy mi történt, játszott volna, szerintem le is tettük volna, nem tudjuk meg soha. És aztán egy egészen elképesztő és nagyon szomorú, szívszorító történetet mesélt el nekünk. Mégpedig azt ugye, hogy pár héttel ezelőtt, hát oda lett mindenük, mert hogy egyik pillanatról a másikra a komplett házuk leégett. Gyakorlatilag az üres telek maradt, minden, ami a házban minden. Volt, az oda lett. Semmit nem tudtak megmenteni, és hát ugye ketten vannak a párjával, ráadásul 4 gyerek van, abból 2 még egészen pici, 2 már egy kicsit nagyobb. Sok mindenről beszélgettünk, leginkább arról, hogy mi ad nekik erőt a folytatáshoz, az újrakezdéshez, és hogy milyen esélyeik vannak. Hát sajnos kiderült a beszélgetésből, hogy szegényeknek nem sok. Igen, jelenleg is az édesanyjuknál laknak 6-an. 6-an laknak az édesanyjuknál, az édesanyja ráadásul szívbeteg, tehát itt a játék... És alig 60 négyzetméteren. Igen, alig 60 négyzetméteren, és esélyük nincs újra kezdeni. Tehát nagyon komoly beszélgetésbe fordult át ugye ez a tegnapi hármasugrás játék, és azt ígértük, hogy visszatérünk erre a történetre, mert hogy hiszünk abban mindhárman, hogyha Erzsi betelefonált, és tette mindezt úgy egyébként, hogy nem volt feltett szándéka segítségkérés, egyszerűen csak rákérdeztünk, akkor talán mondhatni, hogy jó, találkozott jóval, megnézzük, hogy milyen eszközeink vannak, és próbálunk neki segíteni, nyilván nem véletlen, hogy pont ő került adásba. Úgyhogy 9 óra után mondjuk majd a részleteket, jó? Tegnap már nagyon-nagyon sok SMS-t kaptunk, hogy hol lehet, hogy lehet nekik segíteni, tényleg Erzsi elmondta, erről majd beszélünk a hírek után, hogy a gyerekek utolsó játéka is bent égett, és hogy a 2,5 éves gyerek minden nap kérdez valamit a régi házzal, a játékaival kapcsolatban, és egyszerűen nem tudják neki ezt pontosan elmondani, hogy mi történt, nyilván érzi. És tegnap bejött a mi promóciós lányunk, az egyik Anita, aki ugye a promóció dolgozik, egy zsák ruhával. És mivel ő Klassz FM-es autóval megy, a történet egészen megdöbbentő, valaki leszólította egy piros lámpánál, hogy ő tényleg a rádióba jön-e. Fogott egy zsákruhát, kivett a kocsiból, és átadta Anitának, hogy tegye el, és adja oda nekünk, hogy majd mi eljutatjuk Erzsinek. Tehát egészen megdöbbentő volt ez a pillanatok alatt terét összefogás, amit hallgatóink tanúsítottak. Anita pedig jött a szerkesztőségünkbe 10 után, hogy gyerekek, itt van egy zsákruha, ezt valaki a kezébe nyomta az utcán. Most azt nem tudom, hogy aki jött és odaadta az Anitának a ruhát, ő idejött hozzánk a ruhával, vagy csak volt a kocsiában? Nem, szerintem volt a kocsiban. Vagy ő idejött, nem Juli integet, akkor ő idejött, csak látta, hogy az Anita jön ide, és valahol egy piros lámpán állott. De jó. Igen. Nagyon jó. Na, és nagyon sokan jelezték már nekünk, mi is kaptunk rengeteg e-mailt a privát számunkra is, SMS-t, hogy milyen úton, módon lehet ennek a családnak segíteni. Hát ezeket fogjuk elmondani majd 9 óra után, hogy mit tudtunk kitalálni, és hogy miben tudnátok ti segíteni, már nyilván az, aki szeretne nekik segíteni. Jó, úgyhogy ezzel folytatjuk, egy perc múlva pontosan 9 óra, jövünk Ákos hírei után. Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csap felett habzik az ág, a zuhany alatt, vagy a kávé után, a kormány mögött, vagy
Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 4:10 lesz, pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és folytatjuk a mai Morning Show-t, ugye csütörtök van. Most ezt nyilván mindenki tudja. Tehát tényszerűség kedvéért. Hát ha valaki most is úgy be, ezzel hogy... azért nem lehet nagyon mellé nyúlni, nem? Igen, ezzel úgy beletrafálok, hogy nem mondok akkora hülyeséget. Egy igazi zicser. A gyömrői mérnek kifelé a felső csatári úton küldte nekünk Zsolt, köszönjük szépen. Aztán baleset az M0-áson, az M7-esnél, a mentő még csak most ment, a csepeli kiáratnál már áll a sor, ezt Mónika küldte nekünk. Trafi van a 61-es úton, Iharos Berényben a Nagykanizsa felől érkezőket mérik, küldte nekünk Jägermeister, valamint az M0-as Győr felé Sziget-Szent Miklósra vezető oldalán a lehajtónál van már a sor vége, köszönjük szépen. És Nagykovácsiban is van egy súlyos baleset, Adiligetnél. Azt mondja, micsoda? Mentők a helyszínen, rendőrök most villogtak kifelé Adiligetnél, félpályás útzár van, úgyhogy ott is dugóra kell számítani. Na, megjött a mezünk, gyerekek. Megáll, nem akármilyen mez. Így van, diátadó gáláról megérkezett a mez, egy eredeti, ugye, Real Madridos mez, méghozzá Cristiano Ronaldo aláírásával. Egy eredeti Real mez, ahogy tudja mindenki, hogy ilyen gránátvörös kék, és piros. Igen. Na, megfogtátok, hozzáértetek. Ugye mi nem vagyunk nagy futballrajongók, de azért ez még nekünk is könyvbe lábad a szemünk igazából. Én mondjuk a Madridot kedvelem. De... Hát aki ott ült az arénában, érte? Uh-huh. Igen. Én szeretem őket, de azért ez egy nagyon nagy dolog. Szóval, hogy Cristiano Ronaldo által aláírt Real Madridos mez, hát többen tényleg Jules fél vesélyét abszolút pillanatok alatt adnák érte, bármiért tulajdonképpen. Ezek hát a reálus ráfanoknak ez a hatalmas erekje. Na mi lesz a sorsa akkor? Hogy hát, döntünk? Kiviszi haza. Igen? Há, például. Nekem két póló is kijönne belőle, neked csak egy. Igen, hát szerintem sorsoljuk. Jó. Nem? A hátoldalán van az aláírás? Hol van? Megnézed, Jani? Az elején is, és a hátulján is. Van egy-egy aláírás. És ki a más? A friss Puskás Díjas Rodriguez. James Rodriguez. Fogjuk kézbe, hogy néz ki mégiscsak. Igen, tehát az elején van, ugye Ronaldo aláírása, és igen, hátul Rodriguez aláírása. Gyerekek, azért ez... Nem rossz. Sőt. Mind a kettő jó csúnyán ír. Az ő a Cristiano Ronaldo? Nem, szerintem ő a Rodriguez. Ő a Rodriguez. Az ott a lezserebb. A lezserebb a Cristiano Ronaldo. Aha. Igazán írhatna olvashatóan tényleg, nem? Szerintem a Gyuri megpróbálta neki elmondani, vagy lehet, hogy kérte, és ez lett belőle. Hogy hát, létszíves szebben? Ez, igen, ez már az olvasható. Mekkora a mezmérete? Miért vett a Gyuri? 3X. XL-es. Hát gyerekek, jó, mindegy is. Persze. Gyönyörű szép. Hát úgyse fogod hordaná? Szerintem ez kirakja, nem? Ha valaki igazi biztos fan... Biztos vagyok benne. Hát kirakja, vagy ha futballot felveszi, és abban játszik, bekeretezi, nem tudom. A kép egyébként már kint van az Instagram oldalunkon, Balázs Septiben csinált rólunk egy képet, az ülő férfi az Feri, az álló az pedig én vagyok, bár a méretkülönbségéből adódóan ez mondjuk így akár még fordítva is lehetne, és fönn van már az Instagramon. Igen, az Instagramos felhasználásunkhoz képest egészen kultúrált és visszafogott, tehát az a fajta zárt és elit társaság, az a fajta zárt és elit társaság, akik csatlakoznak a Klassz FM Morning Show Instagram oldalához és bejelölnek bennünket, más típusú képekhez van hozzászokva, mosolyogtok kezetekben a mez, nem is tudom, igen, hogy mi van velem. Jó, mindkettőnk heréjekén van, csak nem látszódik a izétel a meztől. Teljesen visszafogott. Más típusú fotókhoz szoknak az Instagram felhasználói. Ez inkább egy olyan Facebookos kép, de most... De már 143-an lájkolták egyébként. Konszolidálottam picit. Érdemes bennünket az Instagramon is keresni. Más jellegű képek. Az a társaságot egy picit más kap. Na, mikor sorsoljuk? Holnap? Legyen holnap? Persze, nem, ne várjunk. Péntek. Szerintem is péntek. Hét lezáró. Héten zárjuk a hetet, legyen
9 óra után? Jó. Ígértük, hogy pontosan bemondjuk, hogy ha valaki szeretné megnyerni, akkor tudja, 9 óra után akkor kisorsoljuk ezt a meccset. Jó, még egész reggel 6-tól már lehet rá jelentkezni, írhatja mindenki, hogy miért akarja, vagy miért szeretné, hogy ő nyerje meg, és akkor aztán meg sorsolunk egyet. És aztán ezek az SMS-ek úgyse számítanak. Így van, mert a vezérigazgató lesz az egész tudsz. Van négy mezünk, és remekül hamisítjuk a Ronaldo aláírást, ezt viszont mi visszük haza. Nem, fölteszünk majd egy kérdés, a játék alapmechanizmusa nagyon egyszerű lesz, egy kérdés, egy helyes választ kell küldeni. Nyilván a klubbal kapcsolatban, vagy Ronaldóval kapcsolatban szerintem nem jönni. De a fosos bugybókával kapcsolatban teszünk. Melyik madár lett az én madara 1892-ben? Egy kérdés, SMS-ben elkülditek majd a választ, és tulajdonképpen ennyi. Reméljük, jó helyre megy. Lehetőleg csak olyan jelentkezzen, aki tényleg nem barsza drukkal, és mit tudom én, egy Vileda felmosóra akarja feltenni, és még azzal portörölni otthon. Tehát olyanok írjanak, akik szeretnének vele örömet szerezni valakinek. És holnap nem valami aukciós portálon lesz. Hát az meg a másik. Pál ezt írja, nehogy összemaszatoljátok a mezemet. Ja, mondjuk ne. Az bérlőre, hogyha tényleg egy barca drukkel, vagy valami, például nem is barca, hanem mondjuk egy Atlético Madridos. A városi, nagy városi rivális valamelyik drukkere, megszerezni a mezt, elégetni, és aztán ebből csinálni egy kis videót, és felrakni az internetre. Mondjuk a Gangsta. Rituálisan elégetni, igen. Az szép lenne. Na jól van, vigyázunk a mezre. Én eddig tényleg csak fél kiló homoktövist tettem meg rajta, úgyhogy abszolút. teljesen. Nem, visszateszünk a páncélszekrényt. Jó? Uh-huh. Figyelj, annyira vigyázz, hogy én letettem ide, mert megfogdostam, hogy néz ki. Azonnal beletörölte az órát. Nem, letettem ide magam mellé, és kiterítve rakta a szék karfájára. Látod, hogy háttámlájára. Na? Hát igen, ez vagy te. Persze, ne gyűrődjön, vagy Évi mondta, hogy felveszi a kedvemért. Majd, ha csak ezt. Évi belebújik? Igen? Hát szóljál akkor. Na, ugye tegnap volt egy történetünk, és folytatjuk a dolgot. Ugye beszéltünk Erzsivel, aki játékra jelentkezett, és szerintem most már nagyon sokan ismerik az ő történetét. Kiderült, hogy ugye néhány héttel ezelőtt az ő házuk leégett, és esélyük nincs az újrakezdésre. Betelefonált, hogy játszana egy hármasugrást, kiderült, hogy vannak gyerekek, van egy 2,5 éves gyerek, van egy 9 éves gyerek, van még 2, a legnagyobb azt hiszem talán 18 éves, és hát egyik pillanatról a másikra beütött a katasztrófa, egy teljesen ártalmatlannak induló éjszakán pillanatok alatt mindenük oda lett. A történet nagyon szívszorító volt, nagyon megható volt, nehezen tudtuk belőle kiszedni az elején, hogy miért rossz kedv, de aztán elmondta. Nyilván több is ez, mint persze rossz kedv. És aztán feltárult a szemünk előtt egy olyan történet, amit az ember így megrázva hallgatott, és azon gondolkozik nyilván, hogy tudna segíteni. És ugye hát, ha az ember ilyen műsort készít, akkor persze elgondolkozik azon, hogyha ilyen típusú nyilvánosság van a kezében, akkor azt erre is lehet, vagy kell is használni. Úgyhogy azt ígértük, hogy ma ezt a történetet folytatjuk. Mi nagyon sok mindenen gondolkoztunk, hogy hogyan tovább, ugye? Mi a legjobb megoldás? És hogy milyen szép és jó dolog lenne, ha lenne egy ilyen nagy országos összefogás, és mondjuk nem tudom, 2 vagy 3 hónapon belül tudnánk mondjuk Erzsieknek egy új házat építeni, úgy, hogy tényleg mint a mesében, hogy kicsit mindenki beletesz. És aztán erről hosszan beszélgettünk tegnap, hogy ez egy nagyon bonyolult és hosszú útja annak, hogy Erzsieknek új fedél legyen a feje fölött. Egyrészt technikai szempontból is nehéz kivitelezni, hosszabb időt is vesz igénybe, mire ez a ház megépül, ezt aztán elvetettük. Ugye azt mondtuk, hogy ez nem biztos egy megoldás. Sok mindenhez értünk, házépítéshez annyira nem. Igen, de alvállalkozó hozza, számláz, hogy teszi bele az építőanyagot. Tehát ez egy jónak tűnik, szépnek tűnik, hogy 2 hónap alatt építsünk neki egy házat. Technikai szempontból azért ezt végigrágtuk tegnap, ez egy baromi nehezen kivitelezhető dolog. Nagyon bürokratikus a rendszer, ugye hát nehéz lenne ezt azért úgy felépíteni, hogy minden rendben legyen. Ráadásul ugye azért ez akár hónapokig is elhúzódhat, előre nem látható problémák jöhetnek elő. Folyamatos ott létet, felügyeletet igényel az egész, tehát ez nagyon-nagyon bonyolult és összetett dolog lett volna. Igen, itt a cél ugye a gyorsaság, hogy minél előbb fedél legyen a fejük fölött. Erzsi elmondta, hogy 20 000 forintot tudott nekik adni az önkormányzat, nem hibáztatunk mi senkit, csak hát a történet megdöbbentő, nyilván ők is az anyagi lehetőségeikhez mérten próbáltak segíteni. De segítettek. Segítettek, és ez nagyon fontos, viszont minél előbb fedélet kell szerezni az ő fejük fölé. Leginkább azért, hogy esélyük legyen az újrakezdésre. Ugye újrakezdeni akkor lehet, ha legalább a minimális lehetősége megvan az embernek, a minimális lehetőség alatt azt értem, hogy van hol újrakezdeni. Aztán ez még nyilván rengeteg anyagi dologgal jár, hogy az ember a nullából tulajdonképpen mindent újraépítsen, de akkor lehet, ha legalább van egy biztos pont. Bútorozás, ruhák, konyhafelszerelés, tehát ez még mindig nincs meg. Majd ez még mindig nincs meg, igen. Lesz.
És hát aztán a megoldás, amire jutottunk, az talán a legkézenfekvőbb és a legegyszerűbb, hogy megpróbálunk Erzsinek, a gyerekeknek és az ő családjának úgy segíteni, hogy utána nézzünk, illetve pontosabban már talán a múlt idő a jó, utána néztünk, hogy körülbelül mennyibe kerül ott egy ház. Ugye? Ez a legegyszerűbb, ezt sokan javasolták, mi is erre jutottunk tegnap egy megbeszélés után. És hát azt találtuk ki, vagy azt szeretnénk valamilyen úton, módon, hogy megnézzük, hogy van-e arra lehetőségünk, hogy azok a hallgatók, akik már tegnap egyébként a mi kérésünk nélkül, és mindenféle felszólítás nélkül már felajánlották, hogy anyagilag megtehetik, szeretnének segíteni, van-e lehetőségük, egész egyszerűen nyitunk egy számlát, és megnézzük, hogy mennyi pénz jön össze. Aztán megnézzük az összejött pénz után, hogy azt ki kell lepótolni, mit lehet még beletenni, honnan tudunk még kérni, és egész egyszerűen egy országos összefogással megpróbálunk nekik venni egy házat. Ugye talán ez a legegyszerűbb, erre jutottunk tegnap. Így, hát nyilván addig nyújtózkodunk majd, amíg a takaró ér, tehát hogy egy olyan házat szeretnénk veletek együtt úgymond vásárolni nekik, amire anyagi lehetőségeink vannak, tehát semmiképpen nem kell ez, nem szabadna ez mondjuk egy kölcsönt felvenni, semmiképpen nem kellene hitelbe vásárolni valamit, mert ez újabb olyan terhet jelenthetne akár a családnak, amivel nem tudnának megbirkózni. Igen, hát aki hallgatta a tegnapi beszélgetést, az szerintem azóta azon gondolkozik, hogy lehet segíteni. Erzsi tegnap igen hosszan mesélte nekünk ezt a történetet, nyilván még az események hatása alatt, hogy milyen az, amikor az embernek egyszerűen mindene oda. Tehát az utolsó utáni gyerekjáték, a ruhák, az emlékek, a fotók, a személyes tárgyaik, semmiük nem maradt, a szó legszorosabb értelmében. Hát gyakorlatilag tényleg semmiük. Egyáltalán nincsen semmi túlzás benne, így sokkos állapotban van azóta is a család, nagyon nehezen dolgozzák fel ezt az egészet, hiszen egy életmunkája ment tönkre, egyrészt, másrészt pedig amúgy sem vetette fel őket a pénz, na most egy ilyen helyzetben még elveszíteni a házadat, az egyetlen biztos pontot az életedben, egy igazi tragédia. Igen. És aztán gondolkoztunk azon ugye, hogy hogyan tovább, hogy mit lehet csinálni. Felmerült az, hogy mi nyitunk egy bankszámlát. Aztán rájöttünk, hogy ez nem biztos, hogy jó megoldás, ennek több oka is van. Egyrészt, hogy nem mutat túl jól, hogy nem tudom, Sebestyé Balázs, Vadon János és Rákóczi Ferenc bankszámlája. Nyilván nekünk fontos az, hogyha valaki segít, és hogy ha valaki bármennyi pénzt áldoz erre, 5000-et, 10000-et, 20000-et lehetőségeihez mérten, akkor az a saját pénzét biztonságban érezhesse. Mi ezt nem akartuk megkockáztatni, hogy a saját nevünk alatt hú, talán nem is biztos, hogy egészen jó az üzenete, még ha egy jó cél is vezérel bennünket, nem biztos, hogy ezt valaki mondjuk ne értene félre, vagy később ne kötne ebbe bele, hogy jaj, hát akkor nézzük meg. Tehát ezt, ennek az ódiumát mi nem mertük magunkra venni. Gondoltunk az arra is, hogy cégen keresztül, ugye beszéltünk bankos emberekkel, ez meglehetősen bonyolult és hosszas történet. Viszont érkezett valaki, aki, mint kiderült, egyébként nyitott ennek a családnak egy bankszámlát. Egy bankszámlát. És ugye bennünk azonnal felmerült, hogy mi a garancia arra, hogy a beérkezett pénzekhez senki nem nyúl hozzá, hogyan tudjuk mi vállalni a felelősséget a hallgatóink pénzéért, ami ugye nagyon-nagyon fontos, és azon adományokért, amit küldenek nekünk. És kiderült, hogy a Városunkért Egyesület elnöke egyébként már akkor megnyitotta ezt a bankszámlát, amikor kiderült, hogy Erzsébeték háza leégett, és van egy létező olyan bankszámla, amivel ők el tudnak számolni, amiről tudjuk, hogy senki nem nyúl hozzá, ami csak egy ember vehet föl, és ha azt mondjuk, hogy most elég nekünk az az összeg, ami összejött, akkor ő egy bankszámla kivonattól meg tudja mutatni, hogy mennyi érkezett be, és hogy az elmúlt két hónapban itt 0 forint kivét volt. Ugye ez is szerintem fontos, hogy ezt mi tudjuk igazolni, és egy olyan dologba vágjunk úgy bele, amikor tudjuk garantálni, hogy ez bizony jó helyre megy, és nem arról van szó, hogy 1-2 millió 100 000, nem tudom mennyi jön össze, eltűnik belőle. Nyilván ezt, és az fontos, hogy ők hamarabb nyitották ugye ezt a bankszámlát, mi is beszéltük erről, tehát városa, vagy ez az egyesület összefogott Erzsiékért. És ez egy rendkívül szimpatikus vonás, hogy ennyien és ilyen szimpatikus módon összezártak a családért a megsérülését. Így van. Itt van velünk Gessner Tibor, a Városunkért Egyesület elnöke. Tibor, jó reggelt kívánunk, hello! Elhúztok, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jól mondtam, hogy ti már ezt a számlát ugye megnyitottátok, amikor a ház leégett, ugye? Hogy próbáljátok valamilyen úton, módon segíteni. 8-án már hallottuk ezt a történetet, hogy szegényeknek leégett a háza, és akkor elindult egy ilyen kör e-mail, hogy hát valamit találjunk és segítsünk. És akkor rögtön aztán megbeszéltük, hogy akkor nyitunk egy alszámlát, az Egyesületnek egy alszámláját, kimondott ennek a családnak a nevére. Tehát senki nem férhet hozzá, én vagyok az egyetlen aláíró. És akkor úgy beszéltük meg, hogy akkor elindítjuk a gyűjtést. Mi nem tudtunk arról, hogy önkormányzat adott mondjuk 20000 forintot, vagy bármilyen összeget is, teljesen magunktól ezt elindítottuk, ezt a dolgot. És most ott tartunk per pillanat, hogy van 200000 forintunk van,
ami már eddig összejött, és plusz még van vagy 6-8 ezer forint, ami készpénzben a lakosok odaadtak, amiről mindenkinek természetesen bizonylatot adunk. Na most, ha cégek fizetnek be pénzt, azoknak tudunk adni olyan igazolást, amit elszámolhatnak. Magánszemélynek sajnos nem, mert nem vagyunk egy ilyen non-profit egyesület, mert afelé törekszünk, de hát még nem vagyunk azok. Viszont a cég az le tudja ugye adóból vonni, tehát elszámolható. Így van, elszámolható, így van. Jó, Tibor, ami a legfontosabb nyilván, hogy ugye gondolom már hozzád is eljutott, hiszen tegnap hosszasan beszéltél te is a Julival, ami szerkesztőnkkel, hogy ugye nekünk fontos az nyilván, hogy tudjuk ezen beérkező összegek biztonságát garantálni, hogy akkor azt te tulajdonképpen meg tudod ígérni nekünk, hogy akkor ehhez csak te férsz hozzá, és meg tudod mutatni, hogy még egy hónap múlva azt mondjuk, hogy igen, lezárjuk a dolgot, akkor mi történt a számlával, nem volt kivét, ennyi jött össze, bemegyünk együtt, kiveszünk, és akkor onnantól kezdve bonyolítjuk a dolgot. Jól értem, hát, ugye? Én ezt nem csak ígérem, hanem teljesen dokumentálni is fogjuk, és titeket is szeretettel meghívunk arra, amikor sikerül nekik valamit összehozni, vagy venni, vagy tehát bármilyen variáció, ami az ő létüket jobbá teszi. Gondoltunk rá, hogy ott lennénk majd, igen. Na hát ez nagyon köszönjük. Ha van rá lehetőség, és odaférünk, akkor lehet, hogy, hogy mennék. Leginkább, hogy láthassuk az ő arcukat, de hát ez még a jövő. Nyilván ez még nagyon-nagyon sok mindenen múlik. Jó. Tibor, akkor mi maradjunk kapcsolatban, adáson kívül egyeztetünk, Juli hív még téged. Lehet, hogy ezt a most meglévő összeget akkor elkülönítjük, fölírjuk, hogy mennyi van, és akkor innentől kezdve elindul ez a dolog. Mi minden fontos információt a takarékszövetkezetről, a számlaszámról, a honlapunkra, a Facebookra természetesen felteszünk. Kell valamit közleményben megjelentetni, vagy azt te mondtad igen, a Julinak? Igen, oda kell írni, hogy a tűzkárosult család részére. Értem. Csak ennyit. És akkor aztán a taxiba, a Duna Takarék Szövetkezetbe ezt már tudják. Tudják is egyértelműen erre a számára. És akkor tudják is eleve oda fog menni. Nagyon jó. Jó, ezeket mi föltesszük, hogy mi a közlemény, mi a bankszámlaszám, minden. De hát a számlaszám megvan, akkor egyértelmű, hogy arra fog menni. Jó, persze, csak oda írjuk azt is. Mondjuk, hogyha van arra lehetőség, akkor az általános közlemény mellé mondjuk egy MS-t oda szúratnánk a hallgatóinkkal, hogyha ezt lehet, mert akkor legalább tudjuk, hogy egészen konkrétan mondjuk egy rádió révén kik azok, akik adakoztak. Az nekünk is jó lenne, mert akkor mindig tudjuk a pontos összeget. Így van. Jó. Van. Jó, Tibor, nagyon-nagyon szépen köszönjük akkor nektek, hogy tudtunk együtt közreműködni. Azt gondoljuk, hogy ez a legjobb, legtisztább, legátláthatóbb módja ennek, mintha mi most elindítottunk volna egy külön bankszámlát, és akkor visszatérünk egy 2-3 hét múlva, egy hónap múlva, megnézzük, hogy milyen lehetőségeink lesznek. Jó, köszönjük nektek! Hát mi köszönjük nagyon szépen az egész lehetőséget, és viszont én Pesten dolgozom, tehát csak ezt az egyesületet tátom vezetem, és hallottam, hogy van ruha, ami le van téve, én nagyon szívesen beugrok érte, és akkor el tudom már is vinni. Jó, akarva akaratlanul ugye majd mi feltesszük nyilván a családnak a címét, mert többen kérdik tőlünk, hogy ha nem is tudnak anyagi segítséget nyújtani, gyerekjátékok, tényleg az utolsó utáni dologra is szükség van, egy pár cipő, bát, bármi, akkor ilyenkor szokott hozzánk is érkezni, annak ellenére, hogy ugye fent van, és fent lesz majd a családnak a címe, mert hozzájárultak, hogy föltegyük, nyilván nagyon sokan szeretnének segíteni, akkor ezt Julival lekommunikáljuk majd, hogy ő megvárja, amíg megérkezik minden, vagy várunk egy kicsit, és akkor egy nagyobb pakban mi is eljutatjuk hozzátok, jó? Vagy leviszi közvetlenül a családnak. Mondom, én bármikor szóltok, én el tudom vinni, tehát ez nem probléma, minden szuper. A Pesten vagyok. Nagyon, nagyon drága vagy. Jó, Tibor, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Jó? Mi köszönjük szépen még egyszer, oké, hello. Köszönjük, hello. Szépen. Köszönjük szépen Tibornak. Na, Erzsi ugye tegnap nagyon sok mindent elmondott a dologról, aztán beszélt vele Juli, beszélgetünk most még vele kicsit, jó? Hogy jó, hogy van, persze. Hogy vannak, és mi a helyzet? Itt van velünk Erzsébet. Erzsébet, jó reggelt, hello! Sziasztok! Sziasztok. Jó reggelt kívánok! Szia. Kicsit vidámabb a hangod, mint tegnap. Igen. Hát igen, egy cseppet. Egy cseppet. Hogy vagytok? Hát, megvagyunk. Megvagytok. Gyermekek most ott nálad éppen, a nagyobb a kiskolában? Igen, a nagyobb kiskolában, a kicsi itt van. Az... Ő ugye a 2,5 éves, ugye? Igen, meg a mama. Hát ez mindenféleképpen jó hír, gondolom, ami eddig elindult, hogy ebből igen. Azért van kilábalás. Ezt megosztottad már a családdal, meg a gyerekekkel, hogy talán úgy tűnik, hogy lesz valami? Persze, persze. Erzsi, tudom, hogy nagyon sokat beszélgettél tegnap Julival, és elmondott egy történetet, ami arról szól, amikor ti észrevettétek, hogy tűz van, és észrevettétek, hogy ég a ház. Ez egészen megdöbbentő egyébként, hogy ilyenkor az embernek gondolkozni sincs ideje, hogy tudsz nekünk erről kicsit mesélni, hogy el se tudja az ember ezt képzelni, tehát észrevettétek, hogy ég a ház. Az embernek lepörög a fejében, hogy úristen, mentsük a gyerekeket, ők a legfontosabb, mindenkit fel kell ébreszteni, mindenkinek szólni és menekülni, hogy mi történik? Hát mire gondol az ember? Az volt, hogy a gyerekeket ugye minél előbb kint legyenek az égőházból, mert mint mondtam, nagyon gyorsan terjedt a tűz.
és az volt az első gondolatunk, hogy a gyerekek, és akkor a férjem közben a gázpalackot, ilyesmit, hogy ne legyen még nagyobb baj. Ugye a szomszédok. Tűzben az ugye robban. Igen. És akkor kvázi tulajdonképpen ott álltatok a gyerekekkel, ott álltatok, mint család, és végignéztétek, ahogy leég a ház? Igen, szó szerint. Kivittük a gyerekeket, és ott kint álltunk, ugye néztük a tűzoltókat, meg minden, és sírtunk. Hogy hívják a 9 éves leányzót? Claudia. Claudia. Azt olvasom, hogy ő nem is nagyon bír a környékre sem menni? Nem, ő nem megy. Egyáltalán nem lehet rászedni. Mit mond, amikor ez így szóba jön, vagy mit szokott neked mondani, vagy miről beszélgettek? Hát, hogy ő nem szeretné látni, hogy megsemmisült a eddigi életünk. Hát a szó legszorosabb értelmében tulajdonképpen ez történt, igen. A 2,5 éves gyermek, ő mit fog föl ebből, vagy ő mit érez? Nyilván érzi a változást, nyilván érzi a feszültséget, nyilván látja, hogy nem ugyanaz a környezet, hát nekik ez elég megrázó, talán még ugye nyilván nem fogja föl egészen pontosan, hogy mi lett, hogy rajta így mit láttuk, vagy ő mit mondogat? Hát mikor ezt a készülünk ágyból, ugye nagyon a volt 2 kutyuskája, amivel mindig aludt születése óta, és hogy azokat keresi, hogy hol vannak, azokat nagyon hiányolja, meg mindig mondja, hogy haza. Mm-hmm. Hogy milyen jó lenne hazamenni. Sajnos nem tudunk hazamenni, és akkor mondja, hogy leégett ház. Uh-huh. Tehát, hogy ezt már így összetette. Igen. Benned ez az éjszak, ez nagyon sokszor lejátszódik? Vagy ilyenkor az ember nagyon átgondolja, hogy mit kellett volna máshogy, vagy lehetett volna valamit máshogy csinálni, vagy megelőzni, vagy hogy az ember ezt egyáltalán miért kapja, ezen szoktál gondolkozni? Vagy azon az ominózus estén, vagy éjszakán? Hát nem is gondoltuk volna, hogy ez velünk megtörténhet egyáltalán. Mikor így másokkal előfordult, ugye akkor az emberbe így megindul valami, de soha nem gondolja az ember azt, hogy ugyanez velem is megtörténhet. Erre csak így most jöttünk rá, hogy eddig nem is gondoltuk volna. Hát nyilván persze az embernek ez nem is jut eszébe, ha hallja, akkor is beleborzunk, hogy úristen, milyen szörnyű történet, de hát akkor is úgy gondolkozik az ember, hogy hát ez velünk, reméljük, hogy nem történik meg. A gyerekek nemét és korát mondd el nekünk, légy szívesen, nagyon sokan írják nekünk, hogy nem biztos, hogy anyagi segítséget tudnak adni, viszont rengeteg játék, kinőtt ruha, olyan dolog, ami már esetleg nem kell, és nem is gondolná az ember, de nektek az ugye nagyon-nagyon nagy segítség, hogy mekkorák és milyen neműek. Ugye van egy 2,5 éves gyermeketek, ugye? Kisfiú. 9 éves a kisebbik lányom, 14 éves a fiam, és 18 a nagyobbik lány. Hát, ez egy nagyon-nagyon-nagyon kemény történet. Neked közben pedig ugye anyaként ott kell lenned helytállni, és próbálni ezt a dolgot folytatni valahol, nem? Igen. Muszáj gyerekeknek iskolába menni, délután tanulni, minden. Hát ezek kötelező dolgok, ezeket muszáj. Ezeket muszáj csinálni, persze, hát az élet nem állhat meg. Ugyanakkor viszont biztos, hogy nagyon jó érzés lehet, nem? Hogy egyrészt ugye a tátiak, másrészt ugye az országból sokan, ugye mellétek állnak és segítenek, és igyekeznek egy picit javítani a helyzeteteken. Igen, annyira sok rendes ember van, hogy nagyon... Hát hogy nem, persze, látjuk az SMS falon is. Erzsi, nyilván mi ígérni nem tudunk semmit. Megnézzük, hogy milyen lehetőségeink vannak, megnézzük, hogy mit tudunk csinálni. A hallgatóinkra azért mindig lehet számítani, cégekre, multikra, sokszor ostorozzák és bántják őket, de azért ilyenkor ők is szoktak lépni. És nem is igaz az, hogy ők azért ilyen helyzetekben nem segítenek. Hogy ugye hallotta te is, hogy akkor ez a bankszámlaszám ez él, mi folyamatosan nézzük, hogy mi történik ezzel a bankszámlaszámmal, mekkora az összeg, és aztán megnézzük, hogy mi a folytatás, jó? Természetesen a cél az lenne, hogy minél előbb megpróbáljunk nektek ott a környéken valamilyen házat találni, amit aztán meg tudunk venni, és akkor minél előbb be tudtok költözni, hogy legyen esély az újrakezdésre. Ez a cél, hát ez lehet, hogy egy távoli cél, meglátjuk, hogy meddig tudunk nyújtózkodni. Jó, Erzsi? Hát ne viccelj, hát ez a legtermészetesebb. Ha valahogy mi tegnap összeakadtunk, és neked volt egy ilyen érzésed, hogy betelefonálsz, ám de ugyanakkor nem mondod el, mert nem mondtad el, és ez nagyon fontos, hogy nem azért telefonáltál, segítséget kérjél, mégiscsak azért ez valahogy ki bukott, ugye a Feri ráérzett, úgyhogy hát ez nyilván nem történt véletlenül. Mit csinál a kisgyermek? Hallom a hangját.
ő a nagylányomnak a kislánya, a legidősebb, ugye, ő 19 éves, és neki már van egy kislánya. Ja, és már van egy kislány. Ők is átjöttek, igen. Jöttek meglátogatni. Édesanyád, hogy bírja, mondta tegnap, hogy anyukádnál laktok, hogy azért az is nehéz, ráadásul ő szívbeteg, hát az igen, se lehet könnyű. Igen, hát nehezen szegénykém, ugye nem nagyon tud pihenni sem, ugye a gyerekek, mégis csak egy gyerekkel nem tudunk mit csinálni, ugye hát azoknak szükségük van iskola után játszásra, erre, arra. Persze. Tehát próbálunk kitartani. Jó. Beszélünk, Erzsi, kitartás nektek. Jó, nagyon sok minden fog érkezni a következő napokban. Tudom, hogy belementetek abba, hogy édesanyád címét mi használhassuk, abban az értelemben, igen, hogy feltehessük a morningshow.hu-ra, úgyhogy biztos, hogy nagyon sok dobozka, ruha, játék érkezik majd, úgyhogy ezeket használjátok egészséggel nyilván, és aztán megnézzük, hogy az ennél talán, ha lehet így mondani, még fontosabb dolog van a házban, mit tudunk segíteni. Jó? Még egyszer nagyon ne vicce, szépen. Nem is azért mondom. Persze. Reméljük, hogy egy nagyon szép happy end-je lesz ennek a szomorú történetnek. Igen, beszélünk pár nap múlva, hogy hol tartunk, mi érkezett, mit kaptatok. Ha tudjátok, akkor így nem is azt mondom, hogy írjátok föl, jegyezzétek, csak hogy meg tudjuk majd említeni a sok-sok dobozt, ami érkezett, hogy mégis mi jött. Jó? Mi is kíváncsiak vagyunk egyébként. Kitartás nektek, köszönjük, Erzsi, vigyázzatok magatokra. Beszélünk, jó? Jó. Sziasztok. Ciao, hello. Na, hát drága hallgatók, itt van a feladat. A feladat, van a feladat, ugye? A feladat. Tegnap egy hallgató nagyon jól fogalmazott egyébként, az nagyon tetszett, amit mondott, hogy az ország Jézuskája. Ez egy nagyon szép megfogalmazása egyébként. Lehetne akár ez is. A 2015-ös év, vagy 2015-ös évben az ország Jézuskája. Ugye, mik az elérhetőségek? Egyrészt, ha valaki nem facebookozik, az internetet biztos, hogy használ, a morningshow.hu mindent megtaláltok. Megtaláljátok a Táti Dunatakarék Szövetkezet bankszámlaszámát, tessék pontosan megnézni, tudjátok, hogy mit kell beírni, közlemény, MS, a család részére, Erzsék részére, azonnal oda megy, de ez a bankszámlaszám, ez csak az, tehát ha nem írtok véletlen közleményt, akkor az se nagy baj, nem baj, ha írtok. Valamint megvan a cím. Fontos, hogy ne hozzánk küldjetek, nyilván erre nekünk úgy nincs infrastruktúránk, de szerzünk autót, szerzünk furgon, szerzünk nyergest, ha kell, és leviszük. Tehát megoldjuk, ha valami idejött, az sem baj, de a családnak közvetlenül el tudjátok küldeni, már több zsák van nálunk, mert tegnap rengeteg mindent hoztak be hallgatóink, ezeket mi is gyűjtjük, de a címet szintén megtaláljátok a morningshow.hu-n. Pontosan így van. Egyébként is ezelőtt kaptam egy SMS-t egy kedves ismerősömtől, akinek futárszolgáltam, és ő is jelezte, hogy nagyon szívesen leviszik nekik, hogyha összegyűl egy nagyobb mennyiségű ruha, akkor ők simán leviszik neki. Így van. Mi nem is mondjuk, hogy kérünk, mi nem is mondjuk, hogy adjatok, mi nem is ezért csináljuk, nyilván ez egy lehetőség mindenkinek a pénztárcájához mérten, a lelkiismeretéhez mérten, az anyagi lehetőségeihez mérten, ne gondolja senki, hogy 500 forint kevés, vagy 1000 forint kevés, ha valakinek van több, természetesen örülünk neki, mindenkire ez tulajdonképpen nyilván rábízzuk, és nem mondjuk, hogy na most akkor tessék, és küldjetek, segíteni szeretnénk, de nem arról szól, hogy most mi itt akkor elkezdjünk így tarhálni, úgymond. Megnézzük, hogy hallgatóink mit tudnak tenni. Ha a tegnap SMS-ben érkezett felajánlásokat bekülditek, akkor már nem állunk rosszul. Így van, tegnap nagyon sok SMS jött. Mennyit küldenének, úgyhogy ezt várjuk szeretettel. Reméljük, nem gondolták meg magukat, hogy tegnap írtak. Igen, aki nekünk tegnap SMS-t írt, ma már ezt akkor el is tudja küldeni. Ott van a bankszámlaszám a morningshow.hu-n. Szerintem a holnap nem is, hétfőn, kedden már beszélünk mindenképpen Tiborral, hogy állunk. Beszélünk Erzsével is, hogy mik érkeztek. Néhány nap alatt szerintem a posta meg is érkezik ezekkel a csomagokkal. Én remélem, hogy azért a gyerekeknek lesz benne öröm, és akkor megnézzük, hogy állunk. Természetesen, ha elérjük, ne adj isen azt az összeget, amit szeretnénk, akkor azonnal megállítjuk, és egy forinttal se gyűjtünk többet. Tehát ez nem arról szól, hogy most nyilván hónapokon keresztül mindenki utaljon, ez arról szól, hogyha minimális esély lesz arra, hogy ebből egy ház legyen, akkor ott megállunk, és akkor megpróbálunk a családnak segíteni. Jó, úgyhogy nagyon köszönjük előre is mindenkinek, természetesen, ha vállalkozóként, hogy hétköznapi emberként multitól bárki küld, személyesen egyenként mindenkinek nem tudjuk megköszönni, de előre természetesen köszönjük szépen mindenkinek. 3:10 lesz pontosan 4 perc múlva, jövünk akkor a nap legjobb pillanataival, ezt a történetet pedig folytatjuk a jövő héten. Egy pici reklám, mi pedig jövünk a reklám után. Morning Show. Klassz FM-en. 3:10 lesz pontosan 1 perc múlva. Írek a hallgatóink, hogy címet tudtok mondani, hova csomagot lehet küldeni, küldjetek bankszámlaszámot, elmondtuk minden, ott van a morningshow.hu-n. Gyertek föl, nézzétek meg, ott a cím, dobozoljátok be, címezzétek meg. Nagyon drágák vagytok, köszönjük szépen, ott van a bankszámlaszám is, mindent elértek. A Facebookon is kint van, csak gondolunk azokra is, akik nem facebookoznak, hogy talán internet közelbe tudnak lenni, ha nem bekéreckednek valahova, megnézik, ennél nagyobb fórumra nem tudjuk föltenni.
nyilván bemondani nem fogjuk. Számonként elütött, félreírod, rosszul hallod, annak úgy nincs sok értelme. Fent van tényleg minden fórumunkon, úgyhogy azoknak nézzetek utána, és hajrá. Jó, ide? Olyan drágák vagytok, köszönjük szépen. Hát itt aztán bútorkereskedésektől kezdve, minden. Tisztasági festésen keresztül, burkoló cégeken ágyat, át. Asztalt, gépészetet, villanyszerelést, minden. Igen, igen, ha nem lenne ennyire nehéz egyébként, akkor itt egy hónapon belül akár igen gyorsan egy ház is összeállhatna, csak azért ezt megnéztük, ennek a papírmunka hátterét, nem azért az nem ilyen egyszerű, ezt most szerintem az egyszerűbb utat választottuk, de kis dobozossal szállítanak, hozzák, viszik, tehát mindenünk. Nagyon-nagyon aranyosak vagytok. Annyit szeretnénk tényleg mondani, hogy ha valaki gyors segélyt gyanánt a gyerekeknek, vagy Erzsieknek ruhát, játékot, cipőt, ilyesmit szeretne küldeni, az lehetőség szerint majd tényleg arra a címre küldje el, arra a Táti címre, ami fenn van a honlapunkon, és ne pedig ide. Így van. Az élő 102-be hozzá, mert nekünk sajnos nincsen lehetőség arra, hogy tároljuk. Ha más nincsen, és úgy gondoljátok, hogy mondjuk sajnos olyan anyagi helyzetben vagytok, hogy nem engedhetitek meg magatoknak mondjuk a postaköltséget, akkor hozzá. Akkor jöhet, akkor azt csináljuk, hogy gyűjtjük, amikor tele van az iroda, akkor fogunk egy furgont, aztán levisz. Te úgy szépen meghajtogatod őket. Igen, te is maradsz. Ami nekem a félszerkesztőséget megtelíti, te azt egy székre ráhajtogatod. Úgyhogy már más a munkabot. Méret szerint szétszortírozom őket, tavaszi, nyári, őszi modell, persze. Igen, látszik, hogy ki volt katona, és ki nem volt katona, igen. Na, azt mondja, hogy nap legjobb pillanataim, ugye szerintem ezzel a kapcsolatban minden hasznosat elmondtunk. Belementünk egy ilyen kis beszélgetésbe, hogy mit csinál az ember, ha étterembe, cukrászdában megy, szól, nem szól, ha rossz az étel, mikor szól, mennyi boravalót ad, kinek szólsz, a szakácsnak vagy a pincérnek. Janinak ajánlottam egy cukrászdát, be fog ugrani pénteken, nem tudom, hogy holnap a cukrászda megyek. Nem húzta el, mert már a redőnyt, és nem értek, hogy zárva vagyunk, renoválás miatt, jöjjenek vissza 3 hónap múlva. Jani elmondta, hogy ő bizony szól, ha rossz a sütemény. Mi elképedve hallgattuk a történetet, hogy érdekes. Szól, nem szól. Levelet ír. levelet ír ember. És kitiltja magát az adott cukrászdából, mint egy büntetve a cukrászdát. 4 süteményt fogok tesztelni holnap, az egyik egy krémes, a másik egy áfonyás csokoládé, a negyedik egy fullcsokis modell, és van még azt hiszem még Isten, egy, de ezt még pontosan nem tudom, hogy természetes. Bocsán, ne haragudjatok, én jót akartam. Az a baj, hogy nem rá fognak haragudni, hanem rád, mert elmesélted, hogy milyen jó helyen voltál. Nagyon jónak tűnik egyébként a honlap alapján, nagyon szimpatikus kis hely. Na, majd meglátjuk. Erről beszélgettünk, valamint vendégünk volt Gáborunk, ugye Mr. Pulicka, hiszen csütörtök van, és egy nagyon érdekes témát vesézgettünk, pro és prebiotikumokról beszélgettünk, átverés, nem átverés, mit szedjen a gyerek antibiotikum kúra után, mi a jó, és mi az, ami talán nem tartja be azt, amit valójában ígér. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Morning Show. A Klassz FM-en. 5 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Hello, mi újság van? Sportoltál, vagy sportolsz? Mostanában nem is kérdeztem. Sportolok, hétfő, szerda, péntek. Úgyhogy a mai csütörtök egyelőre kimaradt. Viszont azt el szerettem volna nektek mondani, hogy ez mennyire nagy dolog, és nem csak a részletekről, hanem a hallgatók részéről is, hogy segítenek. Mert ugye a segítség az abból a szempontból fontos, hogy az embernek a lelke megnyugszik, hogy valamit tett, amikor megteheti. És nagyon sokan vannak persze, akik ezt így örömmel mesélik, hogy mit tettek. Ilyen leszek most én is. Én egyszer az életben, amikor lehetőségem volt rá, akkor egy családnak segítettem így. Nagyon rossz körülmények között éltek egy ilyen mobil házban, ahol télen nem volt fűtés, be kellett folyamatosan deszkázni az ablakokat, hogy ne jöjjön be a hideg, így aztán fény se jött be télen. És van az Álomépítők című sorozat, akinek én ismertem a producerét, és addig mentünk, addig dolgoztunk rajta, amíg végül összejött nekik egy vadonatúj lakás, egy ilyen másfél szobás. És mind a mai napig ott élnek. De ez milyen jó érzés, nem? Igen. Akkora érzés. Tehát, hogyha kicsit is hozzá tudsz tenni, és persze ez nem az én érdemem, mert nem én segítettem, hanem a műsor, meg az önkormányzat, meg nem tudom, de amikor valamennyit így hozzá tudsz tenni ahhoz, hogy egy család újra tudja kezdeni, vagy egyáltalán tovább tudjon élni. Az, hát az neked ez volt a feladatod ebben, hogy összehozd az egészet. Ha te nem vagy, akkor nekik nincs lakásuk. Érted? Tehát, hogy a pénzt meg a munkát nem te tetted bele, de az alapot annyit tettem hozzá, mennyit mindegyik hozzá kell, a nyilvánosság ugyanúgy kell, a pénz ugyanúgy kell, a tárgyi segítség ugyanúgy kell, a szállítás ugyanúgy, tehát ez sok összetevős szerintem, sok dologból adódik ez össze. És nagyon nagy. Tehát mai napig, ha erre gondolok, kiráz a hideg. Tehát, hogy mennyire jó, hogy így együtt összetudtunk fogni olyanokkal, akiket nem is ismertünk, vagy nem is gondoltunk arra, hogy esetleg mi ezt közösen meg tudjuk csinálni. És ez egy nagyon nagy dolog, ez a kezdeményezés, amit csináltok. A gyerek van a dologban, szerintem az a legfájóbb. Szóval, hogy felnőtt fejjel az embernek, ez szintén szörnyű. Amikor azt hallod, hogy 2,5 éves gyerek, 9 éves gyerek,
hogy nekik tényleg ezt magyarázd meg, ott az ember nem tudod megmagyarázni, és nem is nagyon tudsz elmenni szó nélkül. Tehát mindig az a megrázó, hogy a legmegrázóbb, ha gyerekkel kell valami hasonlót átélni. Ilyenkor aztán... mindig azt dolgozom fel, ez ilyen esetekben a legnehezebben, amikor itt gyerek van, hogy a gyereknek ugye az anya, az apa, az Isten. És amikor ezeket az idézőben isteneket, az anyát meg az apját tanácstalannak, bizonytalannak, kétségbe esetnek, levertnek látja, akkor az lehet a gyereknek az abszolút mélypont. Mert nem kaphat azoktól segítséget, hát akiktől egyébként a hétköznapokban mindig segítséget kap, és aki ezt mindig mehet. Még érzi a feszültséget, ugye az egészet átveszi, tehát még ha nem is érti például a 2,5 éves, hogy mi történik pontosan, közben azért valójában egészen pontosan tisztában van ezzel, csak nyilván nem biztos, hogy úgy, ahogy mondjuk egy felnőtt, hogy mi történt, csak hogy valami baj van. Hát meglátjuk, hallgatóinkon nagyon-nagyon sok múlik. Hívjuk a nap hallgatóját már is, ha mondja, hogy morning show, és felveszi, akkor övé az ajándékcsomag. Ezen a héten nem voltunk. Hát nem, most nagyon úgy sikeresek. Izgulok, hogy fölvegye. Nagyon izgulok, de egy tízes skála mennyire? 11. De miért odaadjátok az összes többit, ami a héten? Az egész hetit érted, csak tényleg olyan szerencsétlenek voltunk. Valahogy nem választottunk. Tovább. Nem választottunk jól ezen a héten. Na majd most érzem. Uh-huh. Vagy nem érzem? Hamarabb fel szokták venni. Ilyenkor már kicsit így érzem, hogy... Vagy őszintén, ilyenkor már tudjuk, hogy ez bukó. Aha. De egy tapasztalatból beszélek. Tehát, hogy mindig itt ülök, amikor naphallgatót hívjátok, és amikor így három csörgés után már nem veszi fel, akkor... Negatív. De igen, legyen mert sokkal pozitív. Ez már nem veszi fel, mert negatív vagy. Ne. Miattad? Jó, fogjátok most rám, nyugodtan, viselem. Csavikám, ez viszem a hátamon. Na, mondj valami jó zenét. Hát érdemes lenne egyébként. Aztán meg egy olyat, amit tudsz adni. Az ittszert kihasználni, és mondanám a Sam Smithnek a klasslegrét, a Restart címűt, ugye a történethez illik, de mégiscsak ajánlani nektek egy reggi csapatot, meglepő módon kanadai reggi csapat. Az a nevük, hogy Magic, és van egy Root című daluk, hihetetlen. Tehát ez a napsütés, ez, amit most körülvesz minket, ez pont illik. Egyébként ha nem sütne a nap, akkor is jó volna. Reggi, hát jó? Ilyen fúziós reggi, Kanadából, tehát tök érdekes. Nagyon jó. Ez most úgy egészen érdekel. Hallgass meg, Magic, jó. Ez a nevű. Jól van, Csabi jön a kívánságműsorral, ne felejtsétek el, drága hallgatók, hogy minden fontos információ a morningshow.hu-n és a Facebookon, ugye már ami ezt az órát érinti, valamint holnap 9 óra után Ronaldo meccs sorsolás. Tessék begyűjteni a rokonokat, ismerősöket, barátokat, vagy azt, aki játszana, és az összes reálos kérdésre tudja a választ, holnap 9 után valaki a friss aranylabdás aláírásával ellátott reálos meccs megnyeri, gyerekek. Hát ez egy nagy dolog. Nagyon-nagyon-nagyon súlyos kis ajándék, olyannyira, hogy ketten tartottuk a felével. A fénykép, amin látható a mezzi, az Instagram oldalunkon van fönt jelenleg. És visszafogott, de exkluzív. Igen, visszafogott, kultúrára. A szokásos herék a mezz mögött vannak most. Az Instagramos felhasználáshoz képest egészen kultúrált az a fotó, ami felkerült az Instagram oldalra. És jól látom, hogy rajta van James Rodriguez aláírása is. Így van. Jól látom. Hát ha ő az, akkor rajta. Puskás díjas. Kolumbia. Pedig egyébként a csajgója szebb volt. Nem. De... Az gyönyörű volt az a gól, amit a Rodriguez rúgott. Több mint 20 méterről rúgta, úgyhogy beadták neki, mellel levette, és ballal. Igen. Na jó van, Csabi jön a kívánságműsorral, 555-55-00, ez a telefonszám, holnap 6-kor jövünk. Szevasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amely